Ladies and gentlemen, hallotok? Fantasztikus. Üdvözlök mindenkit! Lejárt a visszaszámláló. Hölgyeim és Uraim, üdvözlök mindenkit a születésnapi streamünkben. Két éves volt a csatorna, egy pár hónappal ezelőtt. És ma megünnepeljük, egész nap streamelünk. Itt van a gergő nektek, azt lehet csinálni velem, amit akartok. Hogyha ki akartok bannolni a chatből, még azt is megengedem. Elnézést, gumicukrot eszek, mert. Úgy készültem a mai streamre, hogy egy dolgot felejtettem el, enni, és most 8 órán keresztül fogok streamelni. Izgalmas lesz. Viszont, nagyon köszönöm, hogy ennyien itt vagytok, Gucsikám, köszönöm szépen a 14 hónapot, Páter a 13 hónapot, Veronics az 5 hónapot, nagyon kedvesek vagytok, köszönöm szépen. Tamixa, köszönöm szépen a 11 hónapot, boldog születésnapot. Így van. Együtt Ünneplünk. <laughs> Jöhet a mukbang? Mm. Amit kértek, az lesz. Hölgyeim és Uraim, viszont amit előre beterveztem, mai napon 8 órát fogok streamelni, azaz, hogy leginkább hetet. Következő a terv, minden szegmensünk 1 óra 45 percig tart, és utána tartok 15 perc szünetet. Ez azért kell, mert a streamjaim java része nagyon beszélős, én nem vagyok az a a gamer, meg nem vagyok az a műsor ö, streamelő, aki befogja a pofáját és nem üvöltözik. És ezért azt szeretném, hogy a filmhír streamre, ami általában a legnépszerűbb, még azért maradjon energiám. Mint tudjuk, hogy milyen az, amikor így abszolút már mindennek vége, és a streamer alig él. Én ezt nem szeretném elérni, ezért tartok rövid szüneteket. Szent Király, köszönöm szépen a 8 hónapot! Közös főzés lesz? Nem közös főzés, nem lesz. Ö, most egy ilyen szempontból extra epizódokat, mellőző ünneplés lesz, főleg azért, hogy biztonságosan meg tudjam csinálni innen. Gyerekek! Az első. E, e, hogy is mondjam, ez a stream első része, a szó stream lesz. Úgy gondoltam, hogy egy kicsit bemelegítünk, kicsit beszélgetünk, kicsit jól érezzük magunkat, utána jön egy gaming segment, sülyéskedünk, lövöldözünk, munkatáborba zárunk embereket, és utána filmhír streammel zárjuk, ami nagyon izgalmas. Nagyon jó lett a tegnapi videó, köszönöm szépen MKK, tegnap kiment. AFK tegnap előtt kiment hírügynökség ö, ö, Short Mert most elkezdek rövid ö, ö, Videókat is gyártani és, és nem sokára jön az Aquaman Úgyhogy jaj, jaj De is minden van. Várható Bear kritika? Bear, ö, igen már meg van Írva a szöveg, Bear short lesz Nem lesz igazán kritika De szerintem nagyon fog tetszeni, így is Szeretnék egy kicsit shortokat gyártani Megjött megint a kedvem, meg akarom nézni, hogy ez esetleg Működhet-e egyáltalán valahogyan az interneten. Kristóf, köszönöm szépen az öt community szabot. Hát nagyon kedvesek vagytok, hogy támogatjátok a műsort. Megy minden vibe Nagyon-nagyon örülök, hogy, hogy itt vagytok. Igazából nem kell senkinek semmit donételni, de Kristóf, nagyon szépen köszönjük a támogatást. Bizony új AFK készül két új AFK-ba is lesz két sort. Egy még Portóból, egy pedig Isztambulból, aztán jön egy Alpin Drift videó, úgyhogy jaj, mindennel csináljunk. Bokri, köszönöm szépen az öt community gift szavot, hát milyen jó fejek vagytok, srácok. Nagyon köszönöm a rengeteg támogatást, abszolút hálásak vagyunk érte. Mindenki, aki itt dolgozik, vibe, aki a csatornával ügyködik, és cheesy, aki itt ö, őrzi a békénket. Haroldinak köszönöm szépen a 100 bites jöhetnek még deszkás túra videók. Abszolút ö, eljött a tavasz, elkezdtem fogyni, megint, úgyhogy most megint nekivágok deszkázásnak és remélhetőleg fejlődni fognak a trükkök és is is akkor jó látványos lesz. Le vagyok maradva AFK-val, zup, -zup bannollak egy negyed órára, jó, Ez nem elfogadható, köszönöm szépen. Ú, így van, így van, nem, hülyeskérek. természetesen hülyeskérek, az AFK videók azok lassan jönnek ki, pontosan az, azért már a 20 perc hosszúak, hogy legyen időtök megnézni, de minden gyorsabb lesz. Jól van! Dupla András, köszönöm szépen a 17 hónapot, hát szervusz, hát szervusz. <laughs> Rendben, zubzub ki lett zárva, aki nem nézi az AFK-t, az, az, az törölve van az életemből, de hogy is De az AFK is most tök jól megy, jobban megy, mint az indulásakor, úgyhogy nagyon örülök neki. Jaj, rengeteg minden jóság van. Viszont csapjunk bele, akkor a streambe. Az első etapunk, esetleg most sokan vagyunk itt, aki nem tudja, a szó stream általában arról szól, hogy kiöntjük egymásnak a lelkünket, megosztjuk a fájdalmainkat, megoldást, keresünk a problémáinkra. Ö, én szoktam mindig kezdeni, mint egy anonim alkoholista csoportban, a megosztás, szervusztok, Szírmei Gergely vagyok, és streamelek. Szervusz, Alice Moon. Ö, gyerekek, nagyon érdekes, a, a, az utóbbi pár hónap, ahogy tapasztalhattátok, nem volt igazán fenomenális content terén. Ö, például a Vibe összerakott egy rakás újítást Twitch-re, és egyszerűen nem találtam meg az idejét, hogy implementáljak. És ezen elgondolkodtam. Most konkrétan ez váltotta ki belőle, most, hogy készültem a streamre, mondom, bazd meg, mennyi minden el vagyok maradva. És aztán így eszembe jutott, hogy a atyaik állnak egymás után a szövegek, de nem ülök soha a kamera elé. Megvédjük, szírma jó, depressziózunk, megint depressziózunk. Ránéztem egy kicsit a lelkemre, és rájöttem, hogy az utóbbi két hónapban borzasztó szarul éreztem magamat, gyakorlatilag folyamatosan. Na most ez nem egy nagy tragédia, nem azért mondom, hogy sajnálatosan magamat, hanem egy nagyon fontos tanulság. Srácok, férfiak, annyira el tudunk merülni a teendőkben, a tervekben, a kötelességekben, hogy nagyon sokszor nem veszük észre magunkon, hogy, te, hogy elvárható teljesítményünk alatt teljesítünk. Na most én erre jöttem rá. Annyi terve nem volt az elmúlt két hónapban, hogy ezt nem tudjátok elképzelni, és majdnem semmi nem valósult meg. És megnéztem, hogy Szirmai úr, mi történik itt, és, és én hogy egyszerűen egyszer, lelkileg nagyon ki voltam merülve, nagyon rosszul voltam az utóbbi két hónapban, azért mondom ezt ilyen lelkisen, mert most ö, erre időt szántam a múlt héten, hogy rendbe szedjem magam, és remekül érzem magam. Ne felejtsétek el, annak ellenére, hogy minden második fucking gimnazista, akit, aki, akinek fáj az élet, mert a szülei nem, nem vették meg neki a ps az depressziósnak titulálja magát, ne felejtsétek el, sok-sok formája és verziója van a lélekfájdalomnak, de ezek jönnek, mennek. Ezek nem egy egyszer leküzdhető dolog, ami utána örök boldogság vár ránk. Néha-néha visszajön a rossz idő, a rossz kedv, a rossz lélek állapot, és ilyenkor az a legfontosabb, hogy kezeljük, felismerjük és helyesen járjunk el. Úgyhogy én abszolút Ö, 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 nem csak papulok erről, az múlt hetemet azzal töltöttem, hogy rendbeszettem magam, és nagyon jól érzem magam. Úgy kicsattanok a boldogságtól, nem sokára elmegyek Sri Lankára, és addig új mondom, hogy ennyi videót kell felvenni, és most először érzem magam két hónap után, hogy ez problémamentes. Ma reggel fölkeltem, bazd meg, ma reggel fölkeltem, és nem bírtam nem leülni az Aquaman videó elé. Egyszerűen nem Tudtam másra fókuszálni, mert oh, bele be, akarok egy kicsit nyúlni még ebbe. Ez a fajta motiváció az csak akkor érhető el, hogy önmagattól lelkesen, vágyva keresd a teljesítményt, ez csak úgy érhető el, hogyha megfelelően odafigyelünk magunkra. Úgyhogy ezzel a vidám tanulsággal akartam kezdeni ezt a streamet. Kormos Perec, köszönöm szépen a 100 csírt, Silence Rider, köszönöm szépen a két hónapot, boldog születésnapot, köszönjük szépen nekünk, boldog születésnapot, ilyen a bölcsészklub éljetek ti, ilyen Kristóf, köszönöm szépen a százbitestit, ja, annyira kedvesek vagytok. Abszolút nem kell támogatni, de nagyon örülök minden ilyennek, mert könnyebben fizetjük ki a fejlődéseket. Henna Ortéga, A Henna Ortéga egy tipikus példája annak. Kinéztem, hogy hol lehet megcsinálni a Henna Ortéget, Ide akarom csinálni. És, és egyszerűen nem tudtam rávenni magamat, hogy kikeljek az ágyból. Mondom, ez nagyon könnyű, nagyon könnyű nem odafigyelni magadra, amikor ennyi mindent akarsz az élettől. Én egy nagyon de gyerek vagyok, tudjátok, tapasztaljátok. Én folyamatosan keresem az új élményeket, az új lehetőségeket, az új tapasztalatokat, és ebben néha elveszek én magam. Erre oda kell figyelni, és közben benne még ki. Gyerekek, lezárásként csak, hogy még egy nagyon pozitív dolgot mondjak. Sajnos semmelyik eleméről se tudok beszélni, de tő, ö, konkrétumok nélkül ez az év, 2024, olyan drasztikus változásokat és fejlődéseket fog hozni a gyakorlatilag a, a karrierem minden szegmensében, hogy arra még nem volt soha példa rengeteg dolog, rengeteg remek dolog lesz, úgyhogy Úgyhogy, és tényleg nem beszéltek egyikről sem még konkrétummal, de jaj, nagyon-nagyon várom ezt az évet, nagyon izgalmas lesz. Egy rövid sejtetés, nem streamelünk innen sokáig. Yeah! Alright, térjünk át rátok! It's noodle time! It's noodle time, everybody! It's noodle time! It is noodle time. Look at the noodle. Look at the noodle. Look at the noodle. At the noodle. Hát nudli. catch, Kecs föl. Köszönj az embereknek. Köszönj az embereknek. Itt vannak és akarnak téged látni. Kúroz. Jaj, nem akar. Nem akar. Nem akar. Ma csatornapontokért lehet neki juti falatot adni, mit szóltok? Mit szóltok? Csináljunk egy ilyet, és akkor életbe lesz. Hot stream lesz Nudlival. Nudli nem, nagyon nem szereti a vizet. Nagyon-nagyon nem szereti a vizet. Ma nem is akart kimenni sétálni, mert megérezte, hogy esik az eső, mint gyűjtjük. Kövér nud lesz? Nagyon kövér lesz? Abszolút nagyon kövér lesz. Abszolút, de ha ma ünneplünk, akkor ünneplünk. Haroldina írja, Ruci pulcsi táskát a népnek. Köszönöm szépen a 100 bites Igen, 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 igen. Mörcsöt is fogunk árulni. ezt nem vettem bele, mert ez, én, nekem a pénz az, az erő, erő, erősen másodlagos dolog már az életemben. De, de fogunk csinálni. Én baseball sapkát mindenképpen szeretnék. pulcsit. És nem is táskát. Mi az, amit még, még tök jó lenne? Valami, mi, mi, az, ami nagyon magunk, hozzánk illő lenne? Lehet, hogy akarok csináltatni egy új lányi cipőt. Bármi a célod az évre, sok sikert. Köszönöm szépen, Zoli, nagyon-nagyon jó lesz az év. Nagyon jó lesz az év, holnap megyek az első megbeszélésemre. Woo! Uh! Borzasztó, lelkes vagyok. Gördeszka, hátran, erről beszéltem nektek az afk -s. Igen, beszéltem már egyszer az afk terveimről. Uh, van egy olyan tervem, hogy alapítok egy jótékonysági szervezetet, aminek, uh, AFK Skate Team lesz a nevem, és csinálok pólókat, meg gördeszkalapokat nyomatok AFK logóval, és összeállok egy rakás deszkással, és kimegyünk árvaházakba, meg problémás környékeken, ilyen közösségi házakba, kimegyünk gördeszka sót tartani, deszkázgatunk, zenélgetünk, filmet nézzük, deszkás filmet nézzük, tanítjuk a kultúrát, és megpróbáljuk bevonni a srácokat és lányokat, hogy ők is gördeszkázzanak, adunk nekik gördeszkákat, hagyunk ott, és akkor e, ilyen szempontból nem csak a gördeszka kultúrát terjesztjük, hanem társaságot, élményt, támogatást adunk a rászoruló gyerekeknek. Én ezt szeretném csinálni. Én nagyon, sok, nagyon régóta gondolkozok, hogy, hogy, hogy azért aktívabban is vissza kéne adnom valamit a világnak. Nagyon szeretnék. És nyilvánvalóan a videóim tematikája egy szinten ebbe az irányba ment át, támogató tematikába ment át, de ezt meg szeretném fejelni azzal, hogy a gyerekekkel foglalkozzunk. Lesz rá időd? Erről szól a 2024, hogy legyen rá időm. Tényleg durva, a 24 és év nekem eddig abszolút negatív. Elhagytak, aztán kilakoltattak, most egy ismerősön fogadott be egy másik városban, totál káosz. Hoppá, na, menjünk át a ti problémáitokra. Matisz Virág azt mondja, hogy elhagytak és kilakoltattak, most egy ismerősön fogadott be egy másik városban. Ez borzasztó nehéz, Matisz. Nem tudom, hogy melyik oldalára tekintsünk rá. Az, hogy elhagytak, az egy, az egy, úgy hangzik, mintha ez nem egy kapcsolat természetes vége lett volna. Viszont az, hogy kilakoltattak, az nagyon para. Remélem, hogy találtál magadnak munkát. Remélem, hogy találtál magadnak munkát, hogyha esetleg nem, akkor szerintem kérdezz körbe, akár itt, akár a Discordon, Megpróbálunk neked segíteni, hogyha valaki esetleg a környéken lakik, hátha tud egy munkalehetőséget. Az első és a legfontosabb, hogy saját anyagi, ö, ö, tehát, ö, anyagi szempontból saját lábakon állj. Onnantól kezdve tudod visszanyerni az életed fölött a kontrollt, mert ahogy ez most hangzik, ez úgy érződik, hogy a kontrollt veszítetted el az események fölött is. Az a legkiszolgáltatottabb érzés. Gyárgyó, tudom, hogy nem a témámba vág, de barátnőm meg akarja velem nézni az alkonyatot, mit csinálják? Nézd meg, Himi! Nézd meg, Himi! Nézd meg az alkonyatot! Te hülye vagy! Nézd meg az alkonyatot! Annál komikusabban kurva szar filmszéria, talán soha nem született. És el, emiatt egy filmtörténelmi relevanciával rendelkező pubkultúrális sarokpont az alkonyat. Hogyha nem láttad, abszolút tudom javasolni, hogy nézd meg. Gyarmati János, köszönöm szépen a 22 hónapot! Hup, 2024 a mi évünk lesz! Így van! Hell yeah! Hell yeah! Vincenz, köszönöm szépen a subscription és üdvözlünk a Bölcsész Klubban. Örülök neki, hogy csatlakoztál! Az alkonyat egy borzalmas film. Ö, nézzük csak. Az alkonyat egy borzalmas film. De megér egy nézést, vicces konkrétan. Igen, nem. Tehát, hogy nem ér meg egy nézéssel. Ne, 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 ne tévesszük meg az úriembert, gondolom. Ne tévesszük meg, tehát, hogy egy nézéssel ér meg, szenvedősen, fájdalmasan, geciunalmasan, kurva szar, De tisztába kell vele lenni. Tudjátok, ez olyan, mint történelem órán is. Tanulunk a, tanulunk a római birodalom felemelkedéséről, de tanulunk a bukásáról is. Nem csak a csodás, fantasztikumokat kell ö, felidézni és megérteni, megtanulni és szívünkbe zárni, át kell látnunk, hogy mi vezetett az összeomláshoz is. Hali szállásban nem nagyon tudok segíteni, de a munkában igen, ha IT szektorban van jártas. Hell yeah, Dataver! Datavernek nagyon menő a neve, és most, és ez, ez, az első beszólása a chatbe Datavernek. Dataver, nagyon büszke vagyok rád. Még ha nem is tudsz segíteni, az, hogy ez az emberek készen állnak segíteni, ez egy annyira fontos, annyira lényeges lelki tulajdonság, hogy nem igaz. Ja, csodálatos. De a barátnőnek jól lesz, utána kérhetsz egy halálos irambat. Ki akarnak kérni halálos irambat, gyerekek? Értem, hogy a párkapcsolatok rengeteg frusztrációval járnak, két ember együttélése, közös ö, mozgása, lelkének egyik kovácsolása az egy nehéz folyamat, ami rengeteg, rengeteg problémával és fennakadással tud járni. De ne felejtsük el, hogy végérvényesen mi szeretjük egymást. Legsötétebb pillanatunkban se forduljunk a kínzás és a bántalmazás eszközéhez bármilyennyire is rosszul néz ki a helyzet, milyen, milyen, milyen zsigerik hatoló haraggal veszekedtek, halálos iramban ne nézessétek meg egymással. Azért emberek vagyunk, nem állatok. Professor Dan, prof. Doktor Dani, Köszönöm szépen a Prime Subscription-t, és üdvözlünk a Bölcsész Klubban! Szia Gergő! Nem vagyok egy nagyon hangos fan, de most, ö, most születésnap alkalmában csak lesz szeretném érni, hogy mennyit jelent nekem a munkásságod. Sok-sok depis pillanatomban fordultam egy-egy kedvenc vidi felé, és részben a SoulStream miatt kezdtem el segítséget keresni a problémáimra. Hell yeah! Petru, hát nagyon büszke vagyok rád, nagyon hálás vagyok minden pillanatért, nagyon sokat számít, amit teszel. Köszönöm szépen, és abszolút nem probléma, hogy nem vagy nagyon hangos. Én annak örülök, hogy tudtam neked segíteni. Én is azért csinálom ezt a streamet, gyerekek, mert ahogy arról sokat beszéltünk, felismertem, felismertem, és talán ezt sokan fel is tudják ismerni az életükben. Nagyon egocentrikus életet élünk, ami nem. Arról szól, hogy imádjuk magunkat, hanem hogy magunk körül, körül forog majdnem minden. Annyira bele tudunk merülni a saját problémáinkba, hogy néha pont az ad megnyugvást, stresszmentesítést és jó lelki állapotot, hogyha mással foglalkozunk. Én ezt felismertem magamban, ezt az igényt és ezt a hajlandóságot, ezért csinálom a szó et George Plumber John, köszönöm szépen az öt hónapot. Sziasztok, halálos inamban. nem. Haragszom Vin Dieselre, amiért amiatt a sorozat miatt elhanyagolta a Riddick szériát. E, a Riddick nem lett volna rossz, de ne felejtsük el, hogy... hogy, hogy Bármennyire is izgalmas egy világ, e, e, részletes a lór, és látványos a látvány, nagyon nehéz kikerülni a kurvaszarszínészi alakítás. Nagyon ne komplikált dolog. Néha meg lehet oldani, de úgyis azért kilóga rossz láb. Uh, Vin Diesel kurvaszarszínész. Én, én, én szerintem jobban járt a Riddick széria, hogy megérett a rebootra. 7 hetes a kisfiam, és mostanra sikerül élvezni úgy igazán az anyaságot. Így a streamet nézve egy csepergő esőben sétálva. Kitartás mindenkinek... Hét hetes a kisfiam, és mostanra sikerült élvezni úgy igazán az anyaságot. Erről messze túl keveset beszélünk. Messze túl keveset beszélünk, és ez nagyon fontos. Nagyon fontos dolog. Köszönöm szépen. A, 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 na, nézzétek. Most, hogy fogy a magyar, de fogy az európai, úgy általában fogyunk. A, a kormányok és a különböző szervezetek elkezdték nagyon pusolni a gyerekvállalást. És elfelejtik elfelejtik, hogy az emberek nem csak hallgatnak dolgokat és néznek dolgokat, de beszélgetnek egymással. És az a, az a diszonancia rendre visszatűnik az internetes kommunikációból, hogy igen, mindenki, hogy jaj, az anyaság, a szülőség, ez milyen fantasztikus dolog, és aztán hallasz egy személyes történetet és egyszerűen borzasztó, és tragikus, és nehéz, és nem aludtam három éve, és folyamatos hányás szagon van, és stb. A rengeteg probléma a gyerekvállalással kapcsolatban, az, az a kommentekbe és az amatőr tartalmakban. És én úgy gondolom, hogy ez, ezt úgy tudjuk irányba helyezni, hogyha őszintén beszélünk erről. Kurva nehéz kisgyerek szülőjének lenni, kibaszott nehéz, fárasztó, és, és ezt ugyanúgy el kell fogadni, és ugyanúgy beszélni kell róla, mint arról a csodáról, amit jelent egy gyerek. Én nem. tegnap voltam egy tejfakasztón, egy közeli barátomnak gyereke született. Ez a közeli barátom egy visszafogott, jó indulatú, de alapvetőleg érzelmileg zárkózott gyerek. És úgy általában szóval nem, nem az van, hogy ami a szívén, az a száján. Egy, egy, csod, egy csodás srác, egy remek srác, de egy srác. És életemben nem láttam annyira boldognak, annyira lelkesnek, fizikailag izgatottnak, mint tegnap. Soha élet, egész életemben. A felvették egyetemre, megszerezte a munkáját, ide-oda ment, stb. Nagy szakmai sikerek, új barátnő, új feleség. Fant, sose láttam olyan állapotban, mint tegnap. És ez csodás. Nem vagyok annak a híve, hogy a gyermekvállalás Ö, ö, gyermekvállalást annyival el, el tudjuk hessegetni magunktól, hogy de én, én ki akarok teljesedni, én meg akarom valósítani magam. Én, én, én úgy gondolkodok az életről, hogy az élményeknek a sorozata, és akkor igazán gazdag, hogyha ezek az élmények változatosak, és kielégítőek, izgalmasak, és mélyek. És ezért gondolom azt, hogy annak ellenére, hogy rohangálok körbe-körbe a világban, és keresem az új meg új tapasztalatokat, ö, valószínűleg több, mint valószínű, hogy az én életemben is egy hasonlatosan értékes élmény lesz a gyerekvállalás. Van két gyerekem, de velük nem foglalkozom, úgyhogy ez az élmény, ez még így előre mutató dolog számomra miattat kezdtem el pár hete gördeszkával gyakorolni a trükkeket, úgyhogy kb. 9 éve használok deszkákat közlekedésre. Ne haragudj, hogy már az előző adásodban is leírtam, de már nem tudom láttad de. Hálás vagyok, hogy nem ad, ne, megadtad nekem a motivációt hozzá. Nagyon örülök neki. A, a tegnapi videó, ami kiment gördeszkás, látjátok, hogy azért nagyon bizonytalan és nagyon kövér és nagyon kevésé, hajlékony és stb. És azért gondoltam, hogy kirakom, mert mert gördeszkával kapcsolatban két fajta kontent van, nézhetetlenül unalmas, és olyan halál profi, amihez nem tud az ember kapcsolódni. és én próbáltam meg közé bepozícionálni, és szerintem jól is sikerült. Nem foglalkozok? Nem. Abszolút nem. A nagyobbiknak a nevét még nem tudtam meg. A kisebbik az egyszer csak megjelent itt, és akkor beszélgettünk valamit, de... Nem tudom. Ez a titkot két gyerek már nagyon érdekel. Engem is! De nem találkozunk soha. A javarészt azért, mert nem hívom fel őket. Oké, okay, ez a vicc messze túlságosan depressziósá vált. Nincs egy gyerekeim, gyerekek. Nincs egy gyerek. Egy, egy gyerekem sincsen. Egy gyerekem sincsen. Egyik házasságomból se született gyerek. Éj, itt van a Bábesz! Szervusz, Bábesz! Tessék, ö, mi az? Rocket League-et streamelni. Alig várom a streamjeidet, Bábesz. Köszönöm, szöp, köszönöm szépen az ünneplést, tessék streamelni. Vagy drónozást, vagy, vagy epi, epic freestyle drónozást is tessék streamelni. V Nudlia, mi az, hanem gyerek... Úristen, ettől idegbaj tudok haj, ö, ö, kapni, gyerekek. A, 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 tehát, hogy a millenárisok generációjának az egyik számomra legcringebb, legkínosabb viselkedése az az, hogy fur babynek hívja a, 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 macskáit és kutyáit. És, és, még hogy, tehát értem, hogy így viszonyulunk hozzá, mert abszolút így viszonyulunk hozzájuk, de ez valahogyan kimondva nekem annyira fájdalmas. Mert persze, hogy lehet nagyon szeretni egy kutyát meg egy macskát, baz meg, ő nem lesz soha teenager. Ő, ő nem, nem mondja, nem, nem sipítja azt az ilyen furán csukló hangjára. hogy áh, hallját, meg, és s, sose szerettelek, bárcsak ne télennél az anyám, és így bevágja az ajtót, és, 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 és Linkin Parkot hallgatva, nagyon mérgelődik, ez minden tínédzsernek egy életszakaszában elérkezik, kurva komikus, ugyanakkor halálosan fárasztó. A kutyák, macskák ezt nem lépik meg, így könnyű őket gyermeknek titulálni, mert nem jár velük az a felelősség, ami a, a tínédzsernek nevezett szörnyetegekkel. Szóval nekem ez egy kicsit cringe, az én nudli kutyám, az az én nudli kutyám, de az kétségtelen, hogy amikor megtépte egy kutyafutatóban egy vadászkutya, én soha, soha életemben nem viselkedtem úgy. Annyira döbbenetes, hogy akkor bekapcsolnak ezek a, ezek a militáns védelmező ösztönök, és gondolkodás nélkül ez egy kora tél volt, ez szerintem egy ilyen, ilyen december eleje volt, leesett valami kis hó, mert tisztán emlékszem rá, előtűnt a sötétből a kutya, megfogta a nudlinak a fejét és a nyakát így együtt, Hála Istennek a Nudlinak nagyon nyúlós a bőre, úgyhogy nem fájt neki, nagyon két kis lett itt a homlokán. Megfogta a fejét és a nyakát, és így felemelte, és hozzávágta a földhöz. Csak azt látom, hogy a négy lába a Nudlinak egy repülési repül, és így egyet a földön. Semmi más nincs meg, sötétség, két lépés, és a nagyon minőségi, keményre edzett hegymászó bakancsommal akkorát rúgtam a kutyának az oldalába, hogy a hangra még mindig emlékszem, így pam, mint egy, egy hordót rúgtam volna meg. A kutya egyet, és, és meghátrált, és a következő hang az már csak az volt, ahogy a kutyának a gazdája panaszkodik, hogy miért nem néztünk körbe, mielőtt bejöttünk a kutyafuttatóba. És itt jöttem rá, hogy bizonyos emberek bekaphatják a faszomat és, és tanuljanak meg euh, tanuljanak meg euh, felelősség teljesen vigyázni a kutyájukra. Ennyire emlékszem, hogy megfogtam a Nudlit és kimentünk, mentünk az orvoshoz, de nem volt baj. Ugye pudoz! Rendben vagy! Látjátok, ott látszik is a két kis pöttya füle fölött. Látjátok? Az az a két seb, amit csinált az a kutya. A nudli teljesen métibe és, 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 legyen tiszta, legyen tiszta, opá, igen. Legyen tiszta, én nem vagyok híve az állatok bántalmazásának, és tehát, én, úgy általában fizikai agressziót szerintem egy szükségtelen barbár dolognak tartom, viszont bizonyos helyzetekben elengedhetetlen és megkerülhetetlen. Hogyha meg, meg elkezdik harabdálni a nudlit, akkor szétrugom a kutyát. Addig rugom, míg el nem engedi, pont. Beledöglik, beledöglik, pont. Tehát ilyen szempontból abszolút úgy viszonylag hozzá, mint egy ivadékomhoz. Ne vigyél kutyát többi közé, ha tudod neki ugorhat és más, másiknak is tarts pórázon, ennyi. Ha nem tudod kontrollálni a kutyádat és a kutya agresszív, akkor izé, akkor, akkor nevid többi kutya közé. És bazd meg egyébként, ahol én lakom, én, én, én a ö, Budán lakom, és annyi az idegbeteg kutya. A Nudli hála Istennek szépen lassan az évek során megtanulta, hogy ez nem jelent rá veszélyt, mert én ott vagyok. De folyamatosan ezek a kis fehér, ilyen mocskos kutyák, tudjátok, ez a crusty white dog, ez aminek így a szeme ilyen barna, mert itt a könnyek ide száradtak, és ahogy ilyen, nem csívava, kicsit nagyobb, de de, de pszichopata ez is, ezekből annyi van. És én öreg emberek sétáltatják, nem nevelik meg, a kutya folyamatosan le akarja tépni a nudli arcát. Halálosan unom. Kösz, cheesy től kapott, kapott a, az öreg bábó, kapott egy, egy gif Köszönjük szépen, cheesy Mi a helyzet Kenesén zöldségek? Kenese az érdekes lesz idén, de az biztos, hogy jó, jóval több időt fogok tölteni, mint... Tavaly, tavaly nem voltam sokat, sokat utaztam meg, nyü -nyü, nyü. Uh, idén lesznek zöldségek, cukkini lesz uh, mindenképpen, paradicsom az mindig van, borsót elkezdem végre korán, és kurva sokat, tonna borsokat akarok, mert minden évben lekésem a borsó szezonba az meg is, én imádom a nyers borsót, úgyhogy az lesz még, illetve a nagy vágyam, célom és kötelességem, hogy idén dinnyét termesszek. Úgyhogy így van, cheesy dinnye lesz. Duresz, nagyon szépen köszi a százbites. Csírt! Nagyon kedves vagy. Köszönöm a választ, úgy konkrétan az történt, hogy a csádi öröksége... Ó, Matisz Virág visszatér. Oké, remek Matisz Virág. Hogy a csádi öröksége egyharmadát kölcsön kérte a barátom, bazd meg. Aztán kiment Ausztriába dolgozni, hogy mindenki másfelé rendezze a tartozásait, aztán egyre kevesebb szer hívott, úgyhogy ö, kinyomoztam két perc alatt, hogy lett kint kapcsolata. És mikor ezzel szembesítettem, neki állt feljebb és között, hogy nem adja vissza a pénzem, így nem tudtam befizetni az alapéletem, és emiatt raktak ki. Ez a valaki, e, ö, azt történt, hogy kölcsön kérte a barátod, barátod, mint párkapcsolati barátod, van-e, van-e sejtésed, hogy mi az ő lakcíme Ausztriában? Kimegyünk és agyon basszuk. Hogy lehet ilyet csinálni, Bazmeg, meg? Annyira, annyira izgalmas és, és kreatív köcsökségekre képesek, bazmeg meg a, a, az emberek, hogy ez nem igaz hogy valakit szeretsz, még hogyha már nem is szereted, de azt mondod, hogy ebből elég volt, akkor is egy ponton kapcsolatba álltál -e vele, hogy van -e ez lélek jelenléte lenyúlni a pénzét és ghostolni. Jesus, de utálom ezeket. Nézzétek, nem, nem papolok a magas lóról, én magam is saját és más bőrén tapasztaltam meg, hogy hogyan lehet rosszul, és bántam azon, és, 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 és bénán, és, és helytelen érzelmi jelenléttel bánni egy párkapcsolatban egy másikkal, tehát abszolút én is voltam már nagyon rossz barát, és ezeket én megtanultam, de én haladok előre. Azok, a, ezek az emberek nem tanulnak semmiből, kivéve hogy kimegyünk és agyonverjük őket botokkal. Ezt nem mondtam hivatalosan, ez csak egy vicces történet, ami eszembe jutott. Ö, senkit, senki, abszolút nem akarok senkit felbújtani semmi sőt ellenzem, ahogy beszéltünk a fizikai agresszióról. <tosz> Kapcsolatban a Titin kortól félek a legjobban. Bocsi korai enterrelés. Kapcsol... Ja, várjál. Petra írt valamit. Petrám, nem látom egybe, hogy mit írtál, úgyhogy ezt majd visszaolvasom. <laughs> nem, abszolút nem bújtunk föl senkit. MKK, az öreg deszkás MKK írja. Kb. egy éve deszkázok, ami annól a te videód miatt kezdtem el többek közt. A tegnapi videó után megjött a kime kedvem kimenni, de egy ilyen válság... Érzés fogott el, nem tudtam, milyen trükköt tanuljak meg. Jaj, MKK, minden alkalommal, minden tavasszal újra kezdjük a deszkázást. Emiatt ne aggódj. Én is ki fogok menni, és megint meg kell, üze, el kell gyakorolni a dolgokat. Most nekem, én, ugye én durva fogyókúrán vagyok, ami nagyon sokat fog segíteni, mert mert 80 kilósan sokkal könnyebb ugrálni, mint 90 kilósan, és ez azt fogja jelenteni, hogy nagyon vízna leszek, viszont sokkal jobban fogok tudni deszkázni, és erre készülök. Mindig újra kell kezdeni, de ebben van szépség. A gördeszka az nem egy eredménysport. Az egy performatív művészeti ami izzadással jár, hasonlóan a tánchoz. Emiatt gondolj rá úgy, mint a táncra. Kimész, régen voltál bulizni, indul a zene, most azon fogsz elgondolkozni, hogy a tánc lépéseid azok megfelelően izgalmasak. Nem, érezd át a stílust csináld, amit szeretnél, és szépen lassan minél többet csinálod. A kreativitás, az önkifejezés, az élmény az egyre erősebb lesz, és egyre láthatóbb. De a gördeszkára nem szabad úgy gondolni, mint egy teljesítménysport, mert ez nem egy teljesítménysport. Egy önkifejezési eszköz, ez egy művészeti ág. Tudom, hogy hülyén hangzik annak, aki nem deszkázik, de ti nem tudjátok pontosan, hogy megnézzünk egy Mike Valeli klippet, vagy megnézzünk egy Rodney Mullen klippet, vagy egy Nigel Houston klippet, a személyiségbeli különbségek azok, azok Tarantino és Christopher Nolan különbségei. Csodás, csodálatos. Mindenki csak tudom ajánlani a gördeszkázást. Tegnap voltam, voltam kondiba, gyerekek, és csak, hogy lássátok, hogy milyen, mennyire észben mennyire, tartom most a saját jó létemet. Életemben talán először. 45 perc után abba hagytam az edzést, nem készítettem ki magamat teljesen. Extra időt hagytam a szaunára és a jégfürdőre és a, a, buborékoló medencére. Extra életemben először azt mondtam, hogy most nem készítem ki magamat halálra, hanem most elmegyek, és csak úgy, úgy kitisztítom a bőröm. És jó jól csillog, és még kicsit álmos vagyok, de jó csillog. Alakul. Úgyhogy, ja, figyelni kell magunkra. Hogy bírod magad tartani a diétához? Most nem halljátok üvöltve korog a gyomrom. honnan merítesz rá energiát? Hosszú évek óta végtelenszer elmondtam, hogy na kész mártól odafigyelek a kajálásra, de sosem tart egy-két hétnél tovább, te hogy csinálod. Drága barátom, hadd segítsek neked. Ami számomra a megoldást jelentette. Én nem vagyok egy dietetikus, nem vagyok egy profi tanácsadó, de ami nekem megteremtette a... a ez egy drasztikus Drasztikus fordulat, de nekem ez segített a legjobban. Elkezdtem lenevelni magamat arról, hogy úgy gondolkodjak az étkezésről, mint egy élvezeti élmény, mint. ha mm, ja, és milyen, és ilyen. Úgy kezdtem el gondolkozni az étkezésről, mint a létfenntartáshoz szükséges alapvető folyamatról. Levettem róla az élmény ö, értéket. És így sokkal kevesebbet nassolok, gyakorlatilag nem. az a, a, a kisebbek a porcióim, kevésbé izgalmas, viszont sokkal tápanyag szempontjából tudatosabbak a az adagjaim, amiket eszek, tehát, atyajék, de éhes vagyok. <laughs> de alapvetően, mert elfejtettem reggelizni. Tehát alapvetően elkezdtem úgy gondolkozni az étkezésről, hogy az egy, egy dolog, ami kell, és nem egy, 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 egy fantasztikus, izgalmas dolog és élmény. És ez az, ami segít, mert ez átrendezi a fejedben, és megkönnyíti azt, hogy céltudatosan táplálkozz. Nekem a kajálása az a bajom, hogy csak akkor eszek, amikor éhes leszek, és muszáj ennem másképpen nem megy. Silence Rider, pontosan ez a lényeg, én azért vagyok ennyire döbbenetesen éhes most, mert rendszerbe foglaltam az étkezést. Ez a másik, ami rengeteget segít. Rengeteget segít. Hasonlatosan a kávét hoz. Hasonlatosan a napi edzésedhez. Hasonlatosan a felhívom anyámat hetente háromszor. Az agyadban egy rendszerbe kell foglalni az étkezést is. Reggelenni kell, délben enni kell, este kell. Pont. Hogyha ez rendszerbe állítod, sokkal könnyebben tartod magad ehhez. Én kényszerevő vagyok, az más. Tehát az, 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 most itt, itt átlagról beszélünk, nekem nem csatlakozik traumafeloldásom és stresszmentesítésem az étkezéshez. Az egy egész másik probléma, hogyha valaki úgy gondolkozik erről, hogy hogy, hogy az esetleg könnyíti az ő lelkét, az egy nehezebben áthidalható dolog. Abszolút. Négy műszakos munka mellett nehéz ezt betartani. Igen, Silence Rider, ez nagyon úgy hangzik. Sz ö, szia Greg, Discordra érkezett egy hosszabb üzenet. Nézzük a Discordot, elő is volt húzva. Számítottam rátok. Nézzük. Drága Lordom, segíts kérlek! Páromal évek óta együtt vagyunk, igazi nagy ő, sztori a miénk. Azóta született két csodás kisfiunk, és békében éljük a családi életünket. Csodás! Én legalábbis ebben a hitben e, voltam sokáig. Miért nem vártam meg a reakciómmal a második mondatot? Én legalábbis ebben a hitben voltam sokáig. Már a kapcsolatunk viszonylagos elején, kb. fél év után, jelezte, hogy neki nincs szüksége annyi szexe, amennyit én kezdeményezek. Úha! Ez egy nagyon-nagyon fontos probléma. Végül havi egy alkalomra álltunk be, ami nekem ugyan kevés volt, de legalább jó. Közben persze más téren sem voltunk problémamentesek. Szerintem otthon lenni a gyerekkel nem munka. Óha! Ja szerinte! Otthon lenni a gyerekkel nem munka. Rengeteget bántott amiatt, hogy nem csinálok semmit. Nem igazán segített a házi munkában sem. Sokszor hallottam tőle, hogy anyáink is meg tudták oldani. Oh god! Jaj! Sajnálom! Sajnálom azt a neveltetést, amit... Azt a, azt, a, azt a mintát, amit ez a gondolom férfi átért. És én csak lusta vagyok, megrendetlen. Ha megkértem, hogy csináljon meg valamit, vagy foglalkozom a kicsivel, amíg én csinálom ciceget, a szemét forgatta és folyamatosan sürgetett. Hmm. Családi segítségünk sajnos nincs, akik élnek 400 km- vannak, barátnőm Magyarországon szóval teljesen egyedül vagyok, atyáék. Valamivel jobb lett a helyzet, amikor a múlt szeptemberben a gyerekek elkezdték az óvodát, a sejtem. A sejtem a korai életkor ez nagyon-nagyon nagyon megterhelő. Több lett a szabadidőm, amit magamra és a háztatására tudtam fordítani, a maga annak örülök, hogy magadra. Bo Bocsát, olvasom. Csatlakoztam egy nőknek szóló képzési programhoz, ami jelenleg is tart. Csodás! Mindezek ellenére, bár nem tudtam pontosan mitől, egyre inkább egyedül éreztem magam. A párom soha nem kezdeményezett semmilyen fizikai kontaktus, se egy ölelést, se szex. Ha még nem megyek oda hozzá, kb. úgy kerül ki, mint a széket, kivéve ha fáj valami, amit meg akar masszíroztatni. Oh, God. Egyszer elhatároztam, hogy megnézem, mit reagál, ha én sem megyek oda hozzá, de fel se tűnt, neki el volt, mint a befőt. Megpróbáltam beszélni vele, de, csak ut de ha csak utaltam rá, hogy valamiben nem tökéletes, személyes támadásnak vette. VEGYE! VEGYE! EZ EGY SZEMÉLYES TÁMADÁS! Azon az, az nincsen semmi baj. És szabályosan nekem esett, hogy én mennyi mindent csinálok rosszul, és mekkora szar vagyok. Gratulálok! Enny ennél érzelmileg alulfejletlenebb... Na mindegy. Aztán januárban kb. semmiből rám írt egy srác, aki alig pár sor után egyértelmű lett, mennyire egy hullámhosszon vagyunk, nagyon jót beszélgettünk. Többször is írt, én pedig igyekeztem elfogadható keretek között tartani a csevegést, bár őszintén szóval időnként nehezemre esett nem csodálkozom. Figyelmének fényében ugyanis az itthoni dolgok egyre sötétebbnek tűntek, a párom úgy él mellettem, mintha egyik haverja volnék, így ez nagyon ismerős. És év elején három hétig szabad volt, azt gondoltam, hogy ez jó alkalom lesz rá, hogy kicsit felpesdítsük a kapcsolatunkat, de egyetlen nem volt vevő a dologra. 14 nap alatt összesen 16 alkalommal utasította vissza a közelés, közeledésemet. 14 nap alatt összesen 16 alkalommal, mielőtt feladtam. Régen mindig húztam a számot, amikor anyukám azt mondta, hogy egy nőnek gyereke születik, onnantól kezdve elsősorban anya lesz csak azután nő, de most az arcomba tolta ezt az élet, ezt a dilemmát. A nő, aki vagyok, már kilépett volna egy ilyen kapcsolatból, hiszen sem fizikai, sem érzelmi szükségletemet nem elégíti ki. Így van. Az anya, aki vagyok, azonban megveti ezt a nőt az önzőségéért. Elvégre adott egy férfi, a kicsik apja, aki szeret bennünket, és általában egy viszonylag jó funkcionáló család, amire fia, fiainknak szüksége van, és ami nekem soha nem volt. Nem tudom, mit tegyek, mert lelkileg egyre mélyebbre csúszom. Alig tudok aludni, semmi, szinte semmi év, év. na, étvágyam. 174 centiméter vagyok, és jelenleg 55 kiló. Ráadásul az egész helyzet annyira idegen, Uh, hiszen alapvetőleg vidám, pozitív személyiség vagyok, tökéletesen szokatlan, hogy bármi így a padlóra küldjen. Úgy érzem, nem vagyok elég boldogtalan, hogy szétbomlasszak uh, el miatt egy családot. Oké! Okay. Oké! Okay. Oké! Okay. Okay. Készen álltok? Készen álltok? Vegyük végig ezt! Vegyük végig! Engedj meg egy személyes gondolatot, Oké, okay, kezdjük. Ez alapvetőleg nincs az intimitásnak az átélése ebben a kapcsolatban, ez elfogadhatatlan. Ez nem elfogadható. Hogy ennek mi az oka, az nekem gyanús, ha a férjednek esetleg van problémája a, az. Az erekció összehozására, ha esetleg van múltbéli traumája szexualitás terén sok minden adhat magyarázatot arra, hogy miért akarja ilyen aktívan és látványosan megúszni a szexuális kapcsolatot. Nem úgy tudom, és ezt nem is kell elmondanod, sőt kérlek, hogy ezt nem mondd el, de, de ez a fajta távolságtartás, ez, valami, ez ennek van valami nagyon komoly indoka. Viszont nem elfogadható. Nem. A te alapvető dilemmád, amire sokszor vissza fogunk térni, az arról szól, hogy van egy család, amit egybe kell tartani, és vagy te, akinek az ér, é, a igényei semmilyen téren nincsenek kielégítve. Érzelmileg, testileg, ö, szociálisan, támogatás szempontjából, stb. Segítség nincs. Nem vagy támogatva, elismerve, szeretve, átölelve, megsegítve, stb. Ez, 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 ez elfogadhatatlan. Ehhez kapcsolván, és ez legyen mindenkinek tanulság, nőknek és férfiaknak egyaránt, Javítson ki bárki, ha tévedek. A párkapcsolatnak egy alapeleme az intimitás, és nem lehet elengedni. Teljesen természetes, hogy emberek hosszú távú párkapcsolatban nem naponta négyszer szexelnek. Teljes mértékben elfogadható, akár az is, hogy ennek keretet szabtok, vagy meghatározzátok a rendszerét. Intimitás nélkül nincs intim kapcsolat. Nincs érzelmi intimitás, nincs közelség, a szexet nem lehet elengedni egy kapcsolatban. Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor ez, ez, ez nem megoldható. Én nem találkoztam még aszexuális emberrel, de egy, egy, egy szoros érzelmi kapcsolat elképzelhető aktív szexualitás megélése nélkül, de ezek nagyon fringe esetek, és nagyon ritkák. Amiről mi beszélünk, az egy átlagos hetero vagy homoszexuális kapcsolat. Ezekben nem elengedhető az, az intimitás. Úgyhogy Férfiak és nők. nektek mindenki vegye magára a kötelességet és a feladatot. Hogy odafigyeljen rá, hogy in, hogy szexuálisan is ott legyen a párkapcsolatában. Kommunikáljon erről, hogyha esetleg nem érzi magában e, erre a készséget, akkor erre figyeljen, ezzel foglalkozzon. Nem azt mondom, hogy erőszakoljátok meg magatokat. Nem azt mondom, hogy pussoljátok ki magatokból a jó valami legyen valahogy. Nem. Foglalkozzatok ennek az aspektusával, uh, nak, tehát a kapcsolatotok ez, ezen aspektusával, mert ez nem elhanyagolható. Ez az első. Második. Ez a fasz bocsánat, de, de fe, felkúrja az agyamat. Ez a faszfej, ez. Nem segít neked semmilyen téren. Nem csak az, hogy ellök magától, érzelmileg és testileg is, de nem támogat, nem figyel rád, nem ért meg. Ez a párkapcsolat, ez egy borzasztóan kizsigerelő dolog, és ilyenkor teljes mértékben természetes, hogy jön egy másik srác, aki lehet, hogy nem tud annyit adni, lehet, hogy csak felszínesen ismerd. Elég valószínű, hogy felszínesen ismerd, de az a felszín olyan energiákat áraz magából, ami, ami fájdalmasan hiányzik az életedből. Én nagyon nem vagyok a megcsalás pártja, pártján, nagyon nem gondolom, hogy ez egy elfogadható lépés. Körbenézek jobbra-balra, nem látom azt az első követ. Mert dobnám, dobnám én egy, egy hithű ember vagyok, gyerekek, a, a bizalom és, a, és az őszinteség az fontos egy kapcsolatban, nem találom a követ. Viszont, a gyerekeidre gondolsz, és ez nagyon-nagyon felelős dolog a terészedről. Amit ezzel kapcsolatban végérvényesen tudok mondani, és ez már nagyon személyes, ez nem általános, itt meg se próbálok egy, egy, egy interplanetáris igazságot mondani. Egy család nem boldog, hogyha a szüleik boldogtalanok. Abszolút nem. Abszolút nem. Nem lehet az a családi élet jó, támogató, biztonságos, a gyerekeknek tápláló, hogyha. Nem vagytok rendben. Nem mondom, hogy válj el. Azt mondom, hogy nem lehetsz, nem tudsz jó anya, jó társ, jó példa, jó támogatás lenni, ha ilyen szinten nincsen kielégítve az alapvető és jogos igényeid. Ennyit tudtam erről mondani. Nézzük meg, hogy mit, mit mond a chat. Nem. Így. Érdemes lenne megkérdezni a másik felt, hogy például a következő öt évben hogyan képzeli a közös életet. Nem csak a sajátját, a közös életet. Abszolút ennek az embernek, ez, ezt az embert szembesíteni kell valamivel. Ö, ne, mondom, nem ismerjük az ő oldalát. Úgyhogy én limitáltan kurva anyázok, de azért a kurva anyát nagyon rosszul hangzik. Baba úr, köszönöm szépen a Prime Subscription-t! Bori kisasszony, köszönöm szépen a 9 hónapos subscription-t! Megszületett a gyerek! Köszönöm szépen! Biztosan a gyerekeknek akarod a legjobbat, de személyes véleménye, hogy ők is érezni fogják ezt a dinamikát, hogy így elutasítanak. Ők is észreveszik, ha téged félre söpörnek, ha nem érzed magad boldognak. Abszolút! Nem tudsz jó szülő lenni, ha nem vagy boldog! És nem kicsatanóan örömteli, ha nincsenek meg az igényeid. Atyaik! És, és nézd, ez egy régi vágású sácnak érződik, akinek kurva az anyját, tehát hogy valószínűleg borzasztó modelleket tanult a konfliktus kezelésről az ő saját családjában, de... de... de oda, srácok, férfiak, ezt én nekem is meg kellett tanulnom. Én nem, én nem akarok úgy tetszelegni előttetek, mint a tökéletesség példaképe. Én ma, ahogy mondtam, én is voltam borzasztó, én is viselkedtem borzasztóan párkapcsolatban. És meg kellett tanulnom, meg kellett tanulnom odafigyelni magamra, a kommunikációra, a, 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 a saját igény, a kompromisszumra, mind meg kellett tanulnom, hogy mostanra már 35 évesen egy kb. elfogadható tudástára rendelkezzek. Mind vétünk hibákat, de ez, amit a. a ez a férj vét, ez a hibák sorozata. Úgyhogy ez nem elfogadható. Ezt most csak azért mondom, hogyha srácok valaki magára ismer, vagy valaki megrettenettől az egész történettől, nem pánikolunk, nem pánikolunk, nem zárkózunk el, nem, nem, gyere ide közel, nem zárkózunk el, nem mondjuk azt, hogy jó, hát akkor én nem, nem, nem. Semmi szégyen nincs a fejlődésben, a tanulásban, a, az ön, a önreflexióban, az előrelépésben. Hogyha te valami hiányosságod van párkapcsolati téren, ne félj megoldani, menj el párterápiára, vagy személyterápiára, bonts ki a problémáid, ne legyél kis picsa, hogy a problé saját problémáidtól így megrettensz. Abszolút fejlődnünk kell, ahogy izomzatban, úgy lélekben is. Oké, okay, srácok? Hú, de kicsi. Van még mit fejleszteni. Tibi, köszönöm szépen a Prime subscription-t. Három hónap, nagyon szépen köszönöm. Biztosan itt is sokan vagyunk, akik rossz dinamikájú, vagy kifejezetten bántott családi közegből jöttünk, és mégsem ez alapján alakítjuk a jelenlegi kapcsolatainkat, megértünk rosszat, és tanulunk belőle. Így van, Haroldina, hogyha odafigyelünk magunkra, akkor tanulunk belőle. Én ajánlanám Knapek Éva pszichológus csatornáját, nagyon sok témában vannak fel videók, lehet van köztes, ami segítene. Áh, Albedorer! A, jönnek itt a free, az új csetelők, és mindegyik a legjobb úton módon gépeli be az első csetjét. Nagyon szépen köszönjük, Albedorer! Köszönjük szépen a tippet! Addig nem állsz meg, míg a tricepsem lesz, a nudli. A trice tricepsem kurva jó. Az, mert én, én nekem abba ment tönkre a könyököm, erre figyelzzetek otthon edzők, hogy annyit fekvőtámaszoztam, egy 6-7 évet, hogy a, a cici az nem fejlődött, mert a fekvőtámaszról azért inkább a triceps fejlődik, én azt tapasztaltam. Bárhogyan csináltam ilyen fogásba, ilyen fogásba, így nem szabad, de értitek? Ezért a cici az kicsit fejlődött, viszont a triceps bazd meg, az őrület, az őrület, az nagyon nagy. Úgyhogy annak örülök. Arra büszke vagyok. Na nézzünk még egyet. Sziasztok, az én szüleim hasonló szituban voltak, vannak 15 éve. Anyám kb. ugyanezeket a mondatokat kapja. Abszolút egyetértek azzal, hogy ez nagyon kiad a gyerekekre, inkább fél. Na ennyi. Inkább fel tudtam fogni, hogy mi történt, amikor elkezdődött, de így is nagyon szarul esett. A 10 plusz évvel fiatalabb öcsémnek teljesen tönkretette a gyerekkorát. Ennyi. Személyes véleményem szerint nem éri meg a gyerekek miatt ragaszkodni, mert pont hogy ők szenvednek a legtöbbet ezután kitartást minden esetre. Nagyon, nagyon fontos, nagyon fontos, nagyon fontos, abszolút. Nézd, nem akarok, nem akarok privát családi sztorikat mesélni, az én szüleim is elváltak, és a probléma nem ott volt, hogy elváltak. Persze ez egy nagyon nehéz élmény volt. Tíz éves voltam, rengeteg, abszolút kiadott, kiadott a gyerekkoromra, de az igazi probléma, az nem az volt, hogy elváltak, hanem az, hogy rosszul működtek. A, és, és, és utána én, olyan, olyan, mert most mind a, a mai napon én úgy szeretem anyámat, úgy szeretem tesómat, egy csodálatos családi közeget alkotunk, rengetegszer találkozunk, ide-oda megyünk együtt, segít, segítünk egymásnak, kapcsolatban állunk egymással, folyamatosan figyeljük a másik, ami van. Egy, egy tök teljesen pozitív, és tápláló, és támogató, és remek család alakult ki, de ez, ehhez az kellett, az kellett, hogy anyám és tesom, és én is felnőjünk, és meghozzuk a felelős döntéseket. És na, na, mondom, nagyon-nagyon nagyon boldogok vagyok mostán. Úgyhogy, gyerekek, ne féljetek. Mondom, ne, 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 ne. Na mindegy, oké. Okay. Gyerekeknek ö, s, ö, s, nem sok nehezebb dolog van, mint az anyukáját boldogtalannak látnia. Ó, főleg fiúknak. Wow! Ó, bizony, bizony, ott, 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 ott jön elő a, a fiatal férfi. De ilyenkor kell egy pszichológus a szülőknek, abszolút. Ez a férfi, úgy érzem, hogy nem fog elmenni pszichológushoz. Valahogy, tehát nézzétek, hogyha engedtek egy kicsit eltávolodni a témától. Következő, következő nagy helyzet. Valami, ami még mindig hiányzik ebből a világból, és bármennyit beszélünk róla, az meg nincs meg, az a férfiak támogatják a férfiakat. Ez nincs. Mert a csajok azok vigyáznak a csajokra, felvonulnak, követelőznek, sipítoznak, izé, videókat gyártak TikTokra, fucking fine. Van, vannak nekik is problémáik, ők do dolgoznak, de a srácok támogatják a srácokat. Rendszer az nem alakult, kibazd meg. Ha mi nem háborúba megyünk egy fucking osztagban fogjuk egymás hátát, hogy ne lőjenek le senkit, akkor képtelenek vagyunk egy támogatói rendszert kiépíteni a saját nemünknek. És nekem ne picsogjon senki, hogy jaj, a feministák mennyit bántanak. Igen, ki támogat? Na, mikor beszélted meg a lelki problémáidat utoljára a haverjaid, ha? Úgyhogy nem voltatok bebaszva, ha? Nem. És ez nem felelősségre vonás, és nem támadás, ez egy kezelendő probléma kiemelése. Nagyon fontos támogatnunk egymást mi nekünk férfiaknak, mert akkor nem leszünk terrorizálva, akkor nem leszünk bántva, hogyha együtt megoldjuk a saját problémáinkat, és nem csak folyamatosan a nők tükrében kell valamit összehozni. Értitek? És ez, ennek egy eleme például, hogy elküldjük egymást segítséget keresni, hogyha úgy látjuk, hogy ez szükséges. Mondjuk, ha valakinek nincsenek haverjai, valakinek nincsenek haverjai, a... Bocsánat, csak sokan írtok, mindjárt. Igen. <sajé> és nem hiszik alkoholt, akkor halmozottan <sajé> hátrányos? Hát, a nincsenek barátaid, az egy elég nehéz szituáció, az, az orvosolni kell, amire szintén kevéssé tanít meg a társadalom, mert óvodába bekúrnak, és akkor valahogyan elsehetítjük, hogy hogyan kell embereket... emberekkel bánni, de szépen lassan megtanuljuk, de igazából a barátság kialakításának a, a módszerét az, az ritkán tudatosítja az ember, hogyha elfogadsz tőlem egy sajátat, egy, egy, egy tippet, fókuszál a közös élmények kialakítására. A barátság a szerintem az nem, nem nem verbálisan alakul ki, meg nem megegyezés alapján, hanem közös élmények nyomán. Leves Technős, köszönöm szépen a subscription-t, és üdvözlünk a Bölcsész Miért van? köszönöm szépen a Prime subscription-t, és üdvözlünk ismét második hónapja a Bölcsész Klubban. Veselényi Gróf pedig 18 hónapja van velünk, ez eszméletlen régi támogatás, nagyon szépen köszönöm. Ricky Jervis egy... Oh, de unom azt a srácot. Multimilliómos, így a világ egy százalékához tartozik, ergo kisebbség, mégse picsok, mindenki szedje össze magát. Ez egy... Ez egy... Na, e, na, e, uh, uh. Ez az a militáns megközelítése a, a létfejlesztésnek, amit üvöltenek ezek a, neokonzervatív férfi párti idióták, takaríts ki a szobád, menj a kondizni, ez, ha ennyire egyszerű lenne bazd meg, akkor az az, 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 nagyon, nagyon csodás lenne. A problémánk ugye abba van, hogy ez nem ilyen egyszerű. Próbálkozunk azzal, hogy menj le kondizni, és jól leszel, és akkor lemész kondizni, és nem vagy jól, és akkor, akkor, mi, akkor a bugát itt kell vennem? M -m 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 kitakarítom a szobámat, és aztán a tisztaságban vagyok szomorú. <laughs> Sajnos nem ilyen egyszerű a dolog. Bizo és ez azért, értsétek, ez azért... Ez a fajta ilyen agresszív probléma megoldás azért van még, mert biz... Euh, Életben, bocsánat, befejezem a mondataim. Szóval azért létezik még, mert a fél, főleg a férfiak életében, bizonyos helyzetekben tényleg ez az megfelelő mód. Tényleg ez a, me a probléma megoldása, hogy just fucking do it. Tényleg vannak olyan helyzetek és szituációk, amikor bazd meg, nincs több, nem tudunk többet beszélni róla, nem tudjuk többet elemezni, oda mész, megcsinálod. Ezek sokkal ritkábbak, mint ahogy ezek az internetes okos emberek, meg influencerek szokták mondani. Szóval, hogyha, hogyha esetleg vannak problémáid, és neki feszülsz ezerszer, just do it, do it, és valahogy mégsem megy, akkor ne aggódj és ne félj. Nem az van, hogy nem vagy rá alkalmas, hanem nem tudod rá alkalmazni ezt a megoldást. Sziasztok! Szeretnék kérni tőletek egy kis erőt. Mondom a sztorit. Na, esély. 2000-ben anyukám hatására megszereztem a jogsit, amit sajnos azóta sem használtam. Az para! Anyukám nem engedte, hogy vezessem a családi kocsit. Nagy hiba. Később Pestre költöztem, nem volt rá szükségem. Ismerem. Most viszont van egy közel három éves kislányom és egy támogató férjem, akinek nincs jogsia... De úgy érzem, hogy... Láttatok, ahogy kibújt belőlem a konzervatív? Láttátok? Láttátok? Meg van örökítve. Meg van örökítve, hogy a mocskos lipsi szírmai gergelyből előbújt a konzervatív. Egy férfinek azért legyen jogsia. De úgy érzem, hogy jó lenne egy autó. 36 éves vagyok, oké, okay, fair. És úgy érzem, nem fog menni. Hamarabb biztatom a férjem, hogy tegye le ő, mint magamat, hogy vegyek újra órákat. Listen to me, Tamiksa. Tudod, ki csinálta ezt? Anyám anyám, amikor, amikor mi kicsik voltunk tesommal, apámnak volt egy kurva nagy autó balesete. Azt hitték, hogy meghal, aztán azt hitték, hogy levágták a lábát, de egy szírmait csak egy szírmait tud megölni. Abszolút túlélte, iszonyatos baz meg ilyen csatabárt méretű vágás volt a combjában. Mondom, tényleg azt hitték, hogy elvérzik, meghal, ott marad, semmi nem lett, meggyógyult. De nem tudott vezetni. És anyám, akinek hasonlatosan hozzá volt jogsia, de nem mert, ebben a pillanatban ráeszmét, hogy ha valamelyik gyerekkel valami van, meg vagyunk baszva, az a gyerek pedig megdöglik. Ez adta neki a motivációt. Hasonlatosan a tesz szavaidból is ezt olvasom ki. A gyerekeknek a jóléte és biztonsága megadta neki azt a motivációt, hogy szerzett egy skodát, a fehér skodánkat, és, és stabilizálta a vezetési készségét. Anyám, mind a mai napig pocsék sofőr. Pánikol, fél, túlságosan lassú, és mégis kapkod. De vezet. És soha nem aggódtam még miatta, hogy bármiben valami komoly baja lesz. Tamixa, ez az a fajta felelősség, ami motivációként kell, hogy hasson rád. nincs jogsia, van egy három éves kislányod, ha azt a kislányt valóban el kell vinni pillanatok alatt, akkor neked kell kocsiba ülni hogy ez ne jelentsen életveszélyt, ezért most el kell órákat venni. És nagyon örülök neki, hogy azt mondod, hogy nem az, hogy újra autóba ülök, hanem hogy elkezdek újra órákat venni. Helyes! Helyes! Meg fogja adni neked a biztonságot. Meg fogja adni neked a stabilitást. Felnőtt fejjel, céltudattal már kevesebbet fogsz izgulni. Meg fogod azt a pár órát csinálni, és utána belősz az autóba. És lehet, hogy sose lesz teljesen kényelmes és kellemes, de meg fogod csinálni. Meg fogod csinálni, mert ez a feladat. Good job! Én abszolút bízok benned, remélem tudsz ebből erőt gyűjteni. Ketrek Az a baj, hogy az internetről annyira folyik az egészség és ideál, hogy az senki sem mondja el, hogy a testépítés nem egészséges, hanem most testépítés nem egészséges, hanem sport, és hát ez gondolja a társadalom normálisnak, ezért is van, hogy az emberek 85%-a önbizalmi problémái van, mivel mindenhonnan azt kapja, hogy nem szép, túlsúlyos, stb. Pocak reveal! Pocak reveal! Look at how much pocak I have. It's so much pocak. De ez semmi, mert akkor, az, na azt nem mutatom meg, de akkor a seggen van, én, én nem pocakra hízok főleg, hanem combra és segre. A szirmaiaknak latina segge van, a férfiaknak kizárólag, de én, a, ah, úristen, most kövér vagyok már megint, nagyon nehezem. Adom le az utolsó kilókat. Ezt csak azért mondom, hogy abszolút igazad van. Az, hogy én itt összecsippentettem nektek a, a, pocakomat, arra senki nem áll készen soha. Mert az internetre azt nem lehet feltenni, mert ki a faszom lájkolja. Azt lájkolják, hogy... Ezt. Teljesen igazad van. Ketrex, ketrex. Ez nem automatikus és nem magától értetődő, de az internet az egy idealizált platform, ami hazugságokkal és tökéletességekkel és elérhetetlenségekkel van tele, mert ez az izgi és ez az élménydús. Ez miatt minden nap emlékeztetünk el magunkat arra, hogy az átlag emberek össze tudják csippenteni a pocakjukat. Szerintem nem túl egészséges, hogy viszonylag vékony fitemberként kövérezed magad magadra és a nézőidre nézve sem. Nézd, néz, legyen tiszta, én nagyon erős vagyok. Tehát az izomzatom az rendben van, a teljesítés, tehát a kitartásom, a teljesítménye, teljesítésem az remek. Én hegymászó izomzattal rendelkezem, tehát én nem az van, hogy nagy súlyokat lökök ki, hanem napokig megyek. Vannak dolgok, amikre büszke vagyok viszont hatalmas van, és 92 kiló vagyok, már megint. Uh, igen. Úgyhogy a lelki problémák nem segítenek a diétán. Mindegy. Uh, a lényeg az, hogy nem, 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 nem. Nem gondolom azt, hogy túlsúlyos vagyok. Nem mondtam azt, hogy vállalhatatlan vagyok. nekem 85 kilónak kéne lennem, és ez, ez 8 kilóval nehezebb vagyok. Uh, ne féljünk motiválni. Itt vagytok. Ne féljünk motiválni magunkat. Nem vagyok túlsúlyos, de lehetnék vékonyabb és szebb, úgyhogy az leszek. Milyen magas vagy, 181 legutóbbi mérés alapján, cipő nélkül? Mit szoktál edzeni korra? Ö, én alapvetően következőképpen osztom fel az edzéstervemet. tervemet. Ö, kar, melkas, has, hát, láb ezt az öt edzést tervet csinálom egy héten. azért adok egy teljes napot a hasnak, mert a has, abban vannak tudod ilyen gerinc gyakorlatok is, plenkek meg ilyenek, mert akarok, mindig áldozok egy napot arra, hogy ezeket a központi izomozatokat megerősítsem. Én alapvetőleg most már edzőtermezek, de itt, otthoni edzéssel egy, egy, applikációt követve saját módosításaimmal fejlesztettem a, 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 kort, de leginkább, leginkább a meglepő módon a gördeszka segít ebben nagyon sokat. A gördeszka az egy nagyon kór sport, már ami a sport részét érinti, úgyhogy ja. Én, a, hogyha valamit tudnék javasolni, izoláld a különböző izomcsoportokat, úgy sokkal könnyebb dolgozni velük. De ez hol motivál, hogy kövérezed magad, ez felcsesz, vékony, segítséges, egészséges önképű nőként is, a barátnőimtől is font, uh, folyton ezt a fasságot hallom. Uh, nézd! Uh, lehet, hogy még nem találkoztunk. Én alapvetően én... Hm. elfogadom a kritikát, ez kétségtelen, hogy nem, uh, senki nem segít, hogy kövérezem magam. Nekem van egy ilyen rossz tulajdonság, hogy én nagyon aktívan és kitartóan tudok elégedetlen lenni magammal, és ez néha kicsúszik, de igazad van. Ennél felelősség teljesebben kell kommunikálni felétek teljes mértékben elfogadom a kritikádat, és igazat adok neked. Én 198 és 91 kiló vagyok. Na tessék, András, erről beszélek. Én tömzsib vagyok, viszont ez kétségtelen, hogy könnyű szere, izmosabb is lehetek nálad. Melyik kapott találtad? Használtad valami home workout? Egy ingyenes applikáció, megnézed, vannak benne ilyen alap és azokat úgy módosítod, ahogy jónak tartod. Nem szabad egy -az egybe követni, mert elég primitív, de, de jól lebontja a különböző izomcsoportokat. Lehet én is átállok erre az edzésre, nagyon hasznos. Nagyon hasznos, mert, mert alapvetően én így szerettem meg a lábnapot. Az, hogy nem vegyítem több izommal, hanem csak a combra, meg a segre, meg a vádlira tudok figyelni, az, az, az sok, abszolút megkönnyíti az agyamnak is a teherbírását. Tehát a lábnapot, hogy ilyen oda ideugrálok, ezt még azért kicsit izmozok, nem, nem, csak láb, csak ezek az izmok, ezeket basszunk szél. Sokkal könnyebb. Én nagyon szeretem a lábnapot. Én vá rendre várom a lábnapot. Ö, ennek az egyik oka az hogy, ne, az, hogy nem esztétika, hanem teljesítmény, a vágyam. Tehát nem szép akarok lenni meg nagy meg izmos, hanem erős. Ez megkönnyíti azt, hogy szeressem a lábnapot, amit mindenki utál. A másik pedig az, hogy mivel csak lábokkal foglalkozom, nagyon jobb be tudok kerülni mentálisan ebbe a izomcsapatban. Karedzés annyira nem fontos, nyom, nyom, nyom teljes testes húzodszkodás, tolódzkodás és karodás, sose lesz baj. Én nagyon szeretem a, a karedzés, főleg a vál, különböző vál izomcsoportok miatt, mert hogy jól tudom, elő-közép hát, illetve ha elfogadtok egy ilyen, egy ilyen bensőséges információt, ami számomra nagy cél, és amit én nagyon szépnek találok magamon, hogyha vastag az alkarom. valamiért nekem ez. Én ezt szeretném kigyúrni, úgyhogy ezért, ezért tartok külön karnapot főleg. Hát az edz, e, 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 e még Nudli is elfordult. Nudli, mutassuk meg az embereknek, gyere! gyere. Look at, look at her. Look at the slank. Look at the slank. Nézzétek, milyen vékony. Ott, ott az izom. Ott, ott látszik. Kivesszük az izmat. S annyival vékonyabban Nudli! Look at her. So powerful. T-posing. What a bitches. Mm, 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 mm. Jó van, hagylak. Jó van, kislány. Nagyon izmos. Úgyhogy legyetek olyanok, mint Nudli. Né Nézzétek ezt a kart. Oh, dagad. <laughs> nagyon köszönjük szépen, igen, nagyon-nagyon jól lefogyott, nagyon jól lefogyott, most már abszolút abszolút optimális alkatom. Inspektor, köszönöm szépen a Prime Subscription 19 hónap, köszönöm szépen, Inspektor. Nekem teljesen testsúlyos fejenc edzés tetszett, meg ö, az nem rossz. Ha már bementük az edzésbe, hogy érdemes elkezdeni? Én éveket, ö, évekig jártam személyi edzőhöz, viszont most már úgy érzem, jót tenne, az önbizalmamnak, ha végre egyedül mennék, viszont nagyon félek tőle, hogy milyen lenne, esetleg rosszul csinálnám, kinevetne ki a, ki a többi ember, stb. Na ide figyelj, Princess! Ö, a személyjegyző is nagyon hasznos dolog, ami ebben segít. A, a, a többi ember kinevet, azt el kell felejtened, az sajnos egy elengedhetetlen félelem, alapvetőleg ide figyelj, ide figyelj. A modern, a modern edzőtermi kultúrában fassa foglalkozik veled. A férfi, én, úristen, én abszolút átvettem azt, ami minden srác röhög. Meglátom a szemem sarkából, hogy jön a jóganaci, mert a csajok valamiért olyan nadrágokban edzenek, ami fucking a vesélyükig felhatol. Nem tudom, hogy csináljátok, vagy miért. De nem egy sima nadrág, hanem ilyen felmegy a zánuszukba teljesen őrület. Meglátom ezt a szemem sarkából, M már nézem az egyet, a padlót, a stb. Az emberek nem foglalkoznak veled, mert magukra fókuszálnak. Ez a modern edzőtermi uh, attitűd, és én mindenhol ezt tapasztalom, hogy emiatt nem kell aggódnod, de dolgozz azon, hogy emiatt ne is aggódj. Uh, hogyha ed személyedzőhöz jártál, akkor tudod, hogy kezeld a gépeket. Emiatt, hogyha óvatosan és finoman kezdesz bele, nem lesz bajod, de, ha esetleg bizonytalan vagy, a gépek megfelelő használatával kapcsolatban az egy fontos dolog, mert nagyon el tudod cseszni az izőeteidet, hogy rosszul használsz egy gépet, én akkor azt mondanám, hogy egy óra, vegyél egy óra személyedzőt, menjetek végig a gépeken, és mindenhol jó, egy, aztán kevés, de kettőt, lényegten érted és, talán, és mindenhol néz, nézze meg, hogy megfelelően használod-e ezt a gépet, meg ezt a gépet, meg stb. Nézzétek végig, hogy mindent jól tudsz -e, és utána mehetsz egyedül. Az saját egyedüli edzés az egy nagyon fontos fejezete az ember fizikai fejlődésének. Nem csak azért, mert magadra tudsz így figyelni, hanem mert nincs külső motiváció, és magadban kell megteremtened azt a motort, azt, a, azt, azt az üzemanyagot, amely hajtani fog téged a jövőben is. Én úgy gondolom, hogy az igazi edzés azonnal kezdődik el, hogy az ember magától veszi rá az eredmények elérésére saját magát. Kiskaraj, köszönöm szépen a 23 hónapot, holy crap, nagyon szépen köszönöm. Ez úgy általában nagyon sok mindenre igaz Fontos megtalálni magunkban a motivációt Fo Nagyon fontos, nagyon-nagyon veszélyes Hogyha csak másoktól Tesszük függővé Tegnap volt az első alkalom Hogy egyedül mentem be a terembe edző nélkül Kicsit szorongtam az elején, de amikor kijöttem több büszke voltam magamra, de még annál is boldogabb Tessék, ennyi Én amikor bementem először az edzés edz, edz, Edzőterembe Úgy kb. vágtam mindent De volt egy, van egy olyan gép Van egy olyan gép amik, amikor a, vállalat edzi. Ugye itt jön két rúd. Opá. Ki tudom húzni? Nem tudom kihúzni. Kár, mindegy. Szóval itt van két rúd, és te beteszed alá ugye a könyöködet, megfogod, és akkor így emelgeted, ez fejleszti a válladat. Na most én ezt úgy próbáltam megcsinálni, hogy megfogtam felülről, és így húztam fölfelé. Oda jött egy nagyon helyes, nagyon csinos, valószínűleg az edzőteremben dolgozó csaj, kuncogott egyet, és megmutatta, hogy kell használni. E, és hogy hú, ez geci kínos. Oda jön egy random csaj, az arcodban röhög, és megmutatja, hogy mit csinálsz halálosan bénen, ez kurva kínos. Abszolút. Abszolút. Megkockáztatom, hogy még, ha én ilyen pozícióban lennék, mondjuk nem nevetnék hangosan. De! Végérvényesen ez nem jelentett problémát. Mert nem érdekel, hogy más mit gondol. Az, én számomra az eredmény a lényeg, megtanultam, hogy kell csinálni, és a jól csinálom. Fontos ezzel, ez a mindsettel belemenni. Nem, 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 számíthat a többi ember. Itt te vagy, bazd meg, meg a súlyok, meg a távok, meg a szettek, meg a repek, itt, 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 te küzdesz a saját határaiddal. Teljes mértékben le van szar, hogy, hogy a többiek mit akarnak. Hogy ők hogy vélekednek, hogy erről hogy gondolkodnak, hogy ők, ők mennyivel jobbak vagy rosszabbak, semmit nem számít. Soha életemben nem éreztem magamat amiatt jól, mert vannak nálam kövérebb emberek. Soha. Soha. És, nem ére, és, és, és minden nap dolgozom azon, hogy ne érezzem magamat rosszul, attól ez alapján, hogy vannak nálam erősebb emberek. Szerintem a felnőtti válás egyik fontos lépcsőfoka, hogy minél jobban leszarjuk a másikat, már mint nem foglalkozunk a véleményével. Deal ez egy nagyon érdekes kettősség, amit mondasz. Abszolút. Nagyon sokan hangoztatják ezt is, én el mindig húzom a pofámat, a le kell szarni, hogy a másik mi van. Én is ezt mondtam, és bizonyos helyzetekben, például az edzésben abszolút ez a fontos. Második, másik... Ö, ö, társadalmi értébe például viszont nem, az, nem szabad azt az, az attitűdöt használnunk, hogy leszarjuk, hogy a másik mit csinál, nem nem tesszük tőle függővé, elfogadjuk, hogy a másik mit csinál. Sokféle fajta módon válhatunk felnőtté. Edzőteremben le kell szarni, hogy a másik mit csinál, és mit mond, és mi a véleménye, ha csak az nem szakmai. Az élet más aspektusaiban egy kicsit máshogy kell nem foglalkozni a többi emberrel. Kivéve, amikor a tápot zabáló tipik emberek kettőt emelnek, és olyan a tükörbe billegetnek, mint a páva, de a csajokat nézik, és értékeik mennyire basszák meg. Ez, én ilyet nem láttam. Én, sz, én, 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 én nem láttam ilyet, amióta edzőteremben járok, és edzetelmi videókat ha nézek. Ne, nem láttam ragadozó férfiakat. Mondjuk én egy olyan, tehát én egy elég jó helyre járok, úgyhogy bele lehetséges, hogy ez van. Srácok felnőtt férfi nem, nem, nem baszhatja a nőket olyan szituációban, ahol erre egyetemben nincsen engedélye. Kb. két év alatt én se láttam ilyet? Nem, nem, abszolút nem. De mondom, én abszolút látom jönni a jóganacit. Szóban nem jön, hogy engem azon kapjanak, hogy valaki, valakit valakit egy pillantást vetettem. Vidéki termekből hallottam, inkább is Magyarországon tíz éve voltam, kb. András. 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 Azt mondanám, hogy. hogy a, a, tested, a finnekből kinézett. Finországba megeshet. finnországban rendre megesik ez uh a fajta társadalmi atrocitás, de ők vademberek. Magyarországon már nem ez a helyzet. A gyúros férfiak általában saját magukra izgulnak, úgyhogy ez náluk nem kultúra. He, he, én viszont egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz, mert ez annyit rajogok. Amikor én azért még fiatalabb voltam, még olyan volt aktív kultúra, ami környékemen is, hogy, 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 jaj, nehogy valaki homoszexuálisnak nézzen, mert az milyen rettenetes, borzasztó dolog, és szörnyű, és undorító. És emlékszem, hogy beszélgettünk arról, hogy valami a férfi esztétikáról, ki a jó pasi, ki a rossz pasi, nem tudom, egy, egy, haverommal, és akkor mondtam, hogy hát igen, igen, végülis ez nehéz, de azért igazából azért a srácok is tudják, hogy, hogy, hogy izé, mitől néz ki, mitől jó pasi egy jó pasi. És így nézem, és így, hát én nem! Én nem! <síthat> és, és, emlékszem, még meg is fenyegetett azzal, hogy elmesélje többi srácnak, és meg közösen kirögni. Teljesen bepánikolt attól a gondolattól, hogy én azzal támadtam meg, hogy ő tudja, hogy mitől jó pasi egy jó pasi. De hogy a picsába ne tudnánk bazd meg? Hogy a picsába ne tudná egy férfi, hogy mitől szép egy férfi? Minden nap azért küzdünk, hogy valahogy hasonlítsunk rá. Ettől nem kell ráizgulni, nem kell szexuális vonzamat érezni Brad Pitt iránt, de ha te nekem férfiként azt mondod, hogy nem érted, hogy miért és hogyan szép Brad Pitt, akkor elmehetsz a picsába. Tehát én, én a óvodában magam mögött hagytam a mese úrát. nekem senkinek hamúzzon ilyen látványosan, ilyen hosszan. Hagyjatok már. Úgyhogy nem azt mondanám, hogy a gyúros srácok magukra izgulnak, hanem az eredményeikre izgulnak, ami, ami egy férfi tulajdonság úgy általában. Miért beszélünk az edzésről egyébként? Nem tudom, de oké. Okay. Szerintem a pasik szinte mindig dicsérik magukat tükörben? Nem. Ez Matisz világ, ez abszolút nincs így. Abszolút nincs így. ez, hogy egy férfi elkezd edzőteremben járni egy kicsit, egyre rondább lesz a saját szemében. Tényleg. Az, azok a férfiak akik, akik kilométeres sörpocakkal rendelkeznek, azok tudnak a legmagabiztosabbak lenni a saját vonzerejükben. Nem, elkezdesz edzeni, akkor hirtelen Ö, kialakul ez a hogy, hogy mondják, body dysmorphia? Vagy hogy hívják ezt? Na mindegy, szóval kialakul ez a, az, az, a testképed, ami, 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 elvárásokon alapul, és nem tényeken, és így, 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 abszolút nem igaz, hogy a férfiak elégedettek magukkal. Mert addig, addig oké, okay, na, no, vagyok a legszebb, de onnantól kezd elkezdett Ú, uh, nem elég jó a cici. Hol, hol van ez a vállizmum? Ez miért nem jön ki? Onnantól kezdve ez a testgép azaz. Nekem gimnazistaként tér problémáim vannak a növéstől, ezért nem tudok aktívan sportolni, pedig imádok mozogni. Ez az utóbbi egy évemben mentálisan is egyre jobban kihat rám. Herpó a Peti! Sweet Jesus! Nagyon fontos dolog amit mondasz. Nagyon fontos dolga, amit mondasz. Főleg gimnazistaként. Főleg gimnazistaként nem tudni mozogni, az borzasztó nehéz dolog. Akkor, az ember, akkor van az ember leginkább tele nem csak energiával, hanem levezet, fizikailag levezetendő feszültséggel is. Emlékszem, hogy én, jó, én hiperaktív vagyok, de ugye általában akkor rohangáltunk a legtöbbet, bunyóztunk a szünetekbe, meg stb. Az egy alapvető része a fizikai aktivitás ennek az időszaknak, és ez nagyon nehéz lehet, hogy a tért problémáid miatt nem tudsz sportolni. Tér vannak a növésed, akkor valószínűleg két méter magas vagy. Ide figyelj, barátom, ide figyelj, barátom, rengeteg sport, aktivitás létezik, amihez nem feltétlenül szükséges az egészséges tért Nézz szét! Én nem tudom, fucking pingpong. Tök mindegy, hogy mi. Tudom, hogy nem a legmenőbb. Tudom, hogy nem a legmenőbb. Nem, nem, nem kamúzni akarok veled neked, hanem azt mondani, hogy a mozgásra meg tudod találni a lehetőséget. És abszolút pártólak abban, hogy találd meg. Könnyedebb sport, lazább sport, valahogy a mozog ki magadból azt, amit ki kell mozogni. Nem, 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 éd, úszni is, úszás ez esetleg tök jó, a sakk az nem sport. A, sa... a sakk az nem sport. Nagyon okosnak kell lenni hozzá, de az nem sport. Ö ez lehet, hogy valaki meg fog kövezni. Új, ez lehet, hogy az embereknek nem tetszik, de... Falmászáshoz á, a térd az nagyon kell. De nézd meg, olvas itt rengeteg tippet kapsz chatben. Abszolút találd meg, ne add föl, ne add föl, és aztán, amikor belenősz a saját testedbe, akkor abszolút tudod folytatni. Nem a fasz nem testileg kikészít, az is. Igen, annyit gondolkozol, hogy égeted a kalóriákat, az nem, spo, az nem attól sport valami, hogy égeted a kalóriákat. Tudod, mitől égeted még a kalóriákat? Az evéstől. Nagyon sokat, nagyon sokat tudsz fogyni attól, hogyha mondjuk cementet zabálsz. Hagyjatok, nem az a sportnak a, a definíciója, hogy kalóriákat éget. Sokat, a, és ezt tudjátok, hogy miért zavar? Ez ugyanaz, mint hogy a, mi volt ez múltkor, hogy az e-sport az sport-e. Mi a baj? Mi a baj a többi definícióval? Miért baj, miért rossz a saknak az egyik legtiszteletreméltóbb, méltóbb, legkomplexebb, legizgalmasabb, legmenőbb mentális játéknak? Miért, miért derogál ez a megnevezés? A sport az fizikai, fizikai aktivitáson alapuló dolog. én versenyszerűen sakkoztam, verseny után 3-4 órát aludtam, mert úgy elfáradt az agyam. 3-4 órát? Ja igen, igen, abszolút, abszolút, abszolút. Az egy nagyon... Na. Gatekeeper? Én egy gatekeeper vagyok. Én egy gatekeeper vagyok. Vanti, köszönöm szépen a, 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 a raidet, szervusztok, sziasztok. Én egy gatekeeper vagyok, gyerekek. Nem szégyen valamit játéknak hívni. Nem szégyen. Ha nekem a LOL nem sport, a sak nem sport, ez, ez, nem csökkent a, a tisztátra Van mentális és fizikai sport? Igen, csak a fizikai sport az mentális sport is. Kérdezd meg egy maratonfutót, hogy mennyi dől el fejben. Nem tudom, miért vagyok ideges. Azért, mert elgen van attól, ja igen, az alapvető a problémám ezzel az, az, hogy mindent művészetnek hívnak manapság. És ez nem kapcsolódik ehhez, de kapcsolódik ehhez. A definíciókat elkezdtük nem úgy használni, hogy hogy, hogy mi a, a defi, művészet definíciója esztetikailag önmagán túlmutató értéke van, önkifejezésre alkalmas, stb. 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 Van, aki ilyen definíciója a művészetnek. És elkezdtük a fucking jójót művészetnek hívni. Nagyon nem szeretem, amik így egymásba csúsznak ezek a fogalmak, mert így az egész felvizeződik, és semmi nem számít. Meg semminek. A sak, az kurva menő. Az, az tényleg, az életemben nem, tudnék, nem, nem tudnám felfogni azt a, azt a, azt a mentális munkát, ami beletesznek, hogy eredményesek legyenek benne. Nem sport. A gatekeeper, az, aki, a gatekeeper az, aki abszolút szükségtelenül és értelmetlenül megpróbál távol tartani egy adott ö, 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 közeget, a saját területétől. De én, nekem a sport az nem a területem. Nem pont a fizikai aktivitásról lesz valami sport? Én így, így definiálom. S szerintem semmit sem veszel a komolyságától, nem sportnak nevezzük. Abszolút. Nem sport, de menő. Nem, kurva, de kurva menő. Kurva menő, az meg. Az a kombinatorikai tudás, amit ezek az emberek birtokolnak, a számomra felfoghatatlan is, hogyha háborúba kerülünk, az Enders Gamehez hasonlóan én a sakkosokat fogom először behívni, hogy oldják meg a logisztikát és találják ki a stratégiánkat. Eszméletlen mentális kapacitás szükséges hozzá. Melyik sportnál húzódik a határ sport és nem sport között? Nagyon érdekes, nagyon érdekes. valaki írta fent chatben, ami számomra leginkább billeg, az a darts. Az a... Mert hogy értitek, nem nagy fizikai teljesítményt igénylő dolog, viszont, viszont finom motoros precíziót úgy igényel, ahogy például a sak nem. Tehát az nem fontos, hogy megfelelő módon lépj a lóval, viszont az fontos, hogy megfelelő módon dobd azt a kis szart. Tehát szerintem ott a darts környékén találhatjuk, szerintem. A curling sport? A curling sport! A pókeri sport, ez a másik a mániája az embereknek. A, a póker, a póker az egy logikai játék. Az egy logikai és valószínűségen alapuló ö, színészi alakítást igénylő játék. Ijászat, abszolút sport. Jesus, próbáltál te felhúzni egy ilyat valaha? Oh my fucking god! Szétreped a hátad! Nagyon para! És az a, az a nagyon szórakoztató, igen, hogy hogy ezt, játékokban sosem mutatják. Assassin's Creed-be mész, így kihúzza baz meg a csigásat, és akkor így megy, 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 és próbálja becélozni magát, itt már a baz meg. É, 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 percekig felhúzva tartani egy iát az iszonyatos. Ja. Lehet, ahol az emberi test tökéletlen működésének ellensúlyozásán alapul a versengés. A lovaglás sport vagy nem? Brother! A lovaglás az egyrészt biztos sportalónak, <laughs> másrészt pedig ö, megint csak igényel fizikai precíziót, kitartást és teljesítményt? Úgy gondolom, hogy igen, mert én már ültem lovon. Ha valaki nem ült lovon, az nem tudja, hogy nem egyszerű rajta maradni azon a szaron. <laughs> Nagyon fárasztó. Látni fogjátok afk videót. Én egy olyan lovas túrán voltam, ahol sziklák között mentünk, hegynek föl, meg hegynek le. Bazd meg, ez, igen, ezt már múltkor mutattam. Tehát, hogy így ülök a lovon, így a lovon, és akkor le kellett menni egy izén, a ló az meg így lement, így lábúj hegyen föl, és így kellett kitartanom magam, kurva nehéz volt. Kurva nehéz volt. Ja. Chessboxing? Abszolút. Chessboxing az egy jó sport lenne. Biliárd! Biliárd is egy jó határ, játék és sport között. Nagyon érdekes. Megint csak fizikai, nagy fizikai teljesítményt igényel? Külön, nem. Különleges fizikai teljesítményt igényel? Igen. Finom motoros, precíziós sportteljesítmény. ez mondom, hogy az, hogy nem nagyon nagy volumenű izomzatot mozgat meg, még izomzatot igénylő dolog. De ahogy láthatjátok, itt a sport, ez a, ez a precíziós munkával vannak itt a definícióban kérdések. Macska úgy látom hozzászokott a random hangdinamikához a szobában. A macska abszolút. Lehet, lehet hogy akarok egy macskát? Autósport. Megint csak. Az autó többet dolgozik, mint te. A, az, hogy sokáig kell figyelni, az Fárasztó a sakban, fárasztó az autózásban, fárasztó az olvasásban is. Ha a mentális kitartás ilyen szempontból, akkor egy egyetemi óra az egy sportteljesítmény lenne. De nem tartjuk sportnak az egyetemi órákat, pedig a mentális kitartás és odafigyelés, az, az fárasztó. Viszont! Megfelelően kombinálni a kezed-lábad mozgását. Egyenesbe tartani a fejedet, aktívan tartani a figyelmedet, a, 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 tökéletes, néha millimétreken múló precíziót megtalálni egy kanyarodásnál, ja, autósport és sport. Látjátok, nem, nem, nem a seggemből beszélek kifelé. V látom, látom én itt, látom én itt, hogy hol a határ. Gyaloglás, gyaloglás sport. Sweet Jesus, hogyha valaki nagyon kövér itt chatben, chat, chat, valaki nagyon kövér, nekem nem kezdjenek kilométereket futni a futópadon. Sétálj. Sétálj, úristen. tegnap előtt sétáltam. A, Andy, eh, hogy hívják azt a számot? Hallgattam újra, meg újra. Kér, érjük, szírmai Gergely kussolja. Azt mondja, hogy Amy mcdonald tól a This is the Life-ot hallgattam. Nem rakjuk be beletétje a YouTube. Újra, meg újra. Remek. Rengeteg kilométert sétáltam sporttörténeti definíció stream, igen. Ne, nem, ez, gyerekek, ha valami a bölcsészklub eszenciája, az ez a, ez, a, ez a rög, ez ahogy kötöm a karóhoz a rögöt. <laughs> szóval abszolút, az ilyen, ilyen definícióban nagyon bele tudok menni. Az e van az, hogy egy idő után már számít a precíziós mozgás, hogy eléggé gyorsan nyomod el a gombot, vagy elég precíz vagy -e az egérrel, de csak abszolút felső szinteken, kompetitív módban. Ezért van problémám az e -sporttal. Igen. Mert ha valami, na ott, na az e már annyira elhanyagolható a fizikai teljesítmény, ha csak nem maratoni játszást tolsz. viszont, viszont az egérmozgás csak az, igen, tehát, hogy, Na mindegy, szerintem az esport az egy, az egy, méltó módon beszélünk róla ennyit, de talán jogosnak tartom, hogy az esport az egy külön kategória lett. Kamino előtt mennyi felkészülőt fizikailag, amikor mentél? Három hetet gyalogoltam esténként szerintem? Ö, én, a, ahogy mondtam, én alapvetően olyan szempontból nagyon jó kondiba vagyok, hogy, hogy hegymászás az nagyon megy, táv, tehát kitart, ki, nagyon kitartó tudok lenni. Úgyhogy nekem alapvetően a kamino az nem jelentett soha nagyon nagy problémát. Egyszer lesántultam, de az a saját hülyeségem miatt volt, mert, mert 40 kilométert rohantam az esőben, hogy felvegyem a bölcsész uh, karon az óráimat. Én alapvetően ezeket mindig jól abszolváltam. Úgyhogy alapvetően nem kellett nekem nagyon sok, de én, de én ilyen szempontból jó kondiba vagyok. Ö, az, az, ami, ami fontos, ami nagyon segít, főleg így 30 után, az, az, az hogy sokat sétálj, hogyha esetleg kaminóra készülsz, mert az ízületeidnek meg kell szoknia a napi 30 kilométert. Tehát az az, amire be tudod melegíteni magad. A rúttánc bőven... Ö, a rúttánc, a úgy rút általában a tánc, az a művészet, az egy sportművészet. Erről nem, ezt nem nevezzük így kategóriaként, de abszolút a tánc a sport, a rúd sport egy nagyon jól körülírható és megtapasztalható esztétikai többlet tartalommal. A deszka is sportművészet. Na, ez, egy, ez, ez, ez ezt a fogalmat még nem hallottam használni, pedig ez szerintem tök jó. Diszkózni, sport. A diszkózás az tánc szor, és a tánc a sport korcsolyázás abszolút precíziós munka, komplex izomzatot igénylő. A korcsolyázás nem kérdés. Mondom, mint a játékok környékén, ezek a bárjátékok, meg az e-sport, itt van az, ami, ahol, ahol rezeg ez a léc, mert már annyira közel kerül egymáshoz a játszás, meg a minimális, de ta tagadhatatlan fizikai teljesítmény. Na jó, ezt megdumáltuk. Keresek egy másik tévet, mert nagyon sokat beszéltem erről. Szerintem a sport alapja egy olyan agyszem-izom koordináció, ami segíthet egy, egy állat megölésében. Róka? 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 Darts egyértelmű autóvesenyzés az gyakorlatilag a lovaglás evolúciója, ez alapján a gyaloglás, a sakis, az e-sport, nem sport, a biliárd. Igen. Róka? Nem hiszem, hogy ez egy helytálló definíció, hogy nem tudjuk ki definiálni a sportot, hogy valami olyan, ami segíthet egy állat megölésében. Ugyanakkor tetszik. A gyaloglás sak és az e -sport, nem sport. Jó, a elfogadom a te de definíciódat, nem értek vele egyet, de alapvetőleg alá lett támasztva. Oké. Okay. Többször is ért engem atrocitás, amiatt, mert deszkázok azoktól, akik más irányba indultak el, például... Azt nem mondd, meg, hogy roller! A roller vagy a bicikli. Szerintem, szerinted mi miatt lehet ez az ellenségeskedés az ilyen jellegű sportágok között? Gyerekek, gyerekek, dark, készen álltok Dark Gregre? Nem tudom, hogy miért lehet ilyen ez a stream, de... Oké, okay, oké. Okay. E Engedjük el a gyáplőt! A roller, specifikusan a rolleresek, azért nem szeretik a gördeszkásokat, mert tudják, hogy soha, soha nem lesznek olyan jók, mint mi. A Gördeszkának egy több évtizedes kultúrája, saját zenei stílusa, hagyományai, vizuális elemei, ö, ö, saját nyelvezete, ö, szerveze, szervezetei. Egy, egy, a Gördeszka az egy kultúra, a roller nem egy kultúra. A roller az egy nagyra vágyó gyerekjáték. Ez van! Ez van! Tudom, hogy felnőtt vagyok, bazd meg! És nem kéne még mindig a gimnazista banda ö, háborúkat vívnom. A rollernek köze nincs ahhoz a kulturális relevanciához, mint a gördeszka. És a rolleres haverjaid ezt érzik. Ők tudják, ők látják, hogy te ő visszatudsz tekinteni több tíz évre, látni a fejlődést, a magazinokat, a filmeket, a zenét, a, a, a kulturális relevanciát. Látod, hogy neked vannak nagy öregeid, akik, akik, akik 50 évesen mosolyognak rád, mert ők is gördeszkáztak. Neked vannak médiumaid, amiből tudsz tanulni, közösségek, amiben tudsz járni, és ők csak ott vannak és rollereznek, aminek nincs se zenéje, se vizuális kultúrája, se popkultúrája, se relevanciája, se hagyományai. És azt mondják, hogy bazd meg. Bárcsak én is lehetnék olyan jó, mint a gördeszkások. De nem. Nem lehet. És ezért utál téged. Utál, mert jobb vagy. <laughs> <laughs> Jaj, Istenem Tudom, hogy ennél sokkal felnőttebbnek kéne lennem De ahogy tapasztaltátok az életemben Pár dolog visszamaradt a gyerekkoromból És az egyik ez, hogy egyszerűen összehasonlíthatatlannak tartom az össze Többi extrém sportot a gördeszkával kapcsolatban Ha valaki úgy próbálja használni a rollert Mint egy deszkát vagy egy BMX-et, az cringe Nézd, öh, tehát Szerintem a rolleres trükkök tiszteletre méltóan nehezek, komplexek, szaltózgatnak össze-vissza, de ahogy um, hülyén néz ki. Ahogy mondtam ezt másoknak is, és mondom, egyre rosszabb, amit mondok, ne vegyetek rólam példát, de hogy, hogy a nap végén beadtasz a double cork hátra szaltót, és a tri, triple vast flip supermant, de a nap végén csak egy rollered. <laughs> bocsánat, bocsánat, oké elengedtük, és akkor most jöjjön a felelős felnőtt vélemény. Alapvetően a lényeg az, hogy valaki sportoljon, lényeg az, hogy valaki extrém sportoljon, nem szabad utálni a rollereseket, nem szabad őket basztatni, vagy kirakni a gördeszka parkból. Nyilvánvalóan jobb, hogyha területekre, vagy megosztjátok a teret, mert úgy nem mentek egymásba, mert ők hat évesek, te meg nem. De a lényeg az, hogy alapvetően az a lényeg, hogy mind kim vagyunk, és extrém sportolunk, és feszegetjük a határainkat, gyakorlatilag tök mindegy, hogy mind. Így kezd. Ügyes vagy. Influencer. Influencer. Jó. Annak görkorisokat is köpködték. Ez egy nagyon érdekes dolog. Crunch, el kell, hogy mondjam neked. Én Szirmai Gergely vagyok, és korán is hordtam baseball sapkát. Gimnáziumban a kedvenc baseball sapkám egy ugyanilyen fekete, ö, vagy ilyen sötétkék sapka volt, és itt volt egy logó rajta, ami egy görkori volt vörösen áthúzva. Miért gondoltam azt, hogy a görkorisok kapják be? Azért, mert akkoriban még nagyon dúltak a banda háborúk a különböző extrém sport területek között. És ez egy nagyon fontos tanulság, és több mindenkit fog érdekelni, úgyhogy figyeljetek ide. Annó gimnáziumban még nagyon bultak ezi, dúltak ezek a banda háborúk, a BMX-esek nem szedik a deszkásokat, a deszkások, a deszkások le, me, lenézik a görkorisokat. A deszkások úgy általában mindenkit lenéztek, mert hozzájuk volt csatolva a cucc, amin mentek. Tehát a, a biciklis az fogja a biciklit, a görkorisnak ott van a lábán a görkori. Fúj, hát ez egy túl egyszerű Bleh. Zajlottak a banda háborúk, amiknek semmi igazi megragadható alapja nem volt, azon túl, hogy mind fiatalok voltak, voltunk, próbáltuk megtalálni a saját személyiségünket, és emiatt utáltuk a többit, mert hogy én, hogy én ki vagyok, azt nem tudom, de biztos nem ő! És hogy mi vetett ennek véget? Csodás, igazán emberi történet. Elkezdett kurvára lecsengeni az extrém sportoknak a a, 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 sikere, és a, a popkultúráis relevanciája. E, mindenki ott hagyta a gördeszkázást, ez én 2000-es évek végére fele. Mindenki ott hagyta a gördeszkázást, abba a korizást, a BMX-ezést, úgy lecsengett ez az extrém sportőrület, és hirtelen, miután négyen maradtunk, baz meg a parkban, hirtelen nem utáltuk már a korist, nem utáltuk már a BMX-est, örültünk, hogy valaki egyáltalán itt van szüntek meg a parkok, zártak be a gördeszkapoltok, pánikoltunk, hogy elvesztettük a kultúránkat, és ebben a helyzetben megtanultuk értékelni a többieket. Úgyhogy a béke az itt jött el korisok, BMX-esek és gördeszkások között, hogy a halál szélére kerültünk mind, és így megtanultuk szeretni egymást. Ugyanis most nem annyira egyértelmű, de kétségtelen, hogy volt egy időszak, Ja, a 2010-es évek környékén. Ja, kb. Instagram előtt kb. Amikor olyan szinten már senki nem gördeszkázott, senki nem izé, extrém sportot, meg stb., hogy nekem teljesen egyértelmű volt, hogy ez volt a gyerekkorom, vége van, a gördeszkázás az egy ugyanú, ugyanúgy a 2000-es években marad, mint a hullahop karikázás, meg a jojózás a 80-as években. Ezt így elfelejtik az emberek. És aztán jött az Instagram. És ha valami egy jó dolgot tett az Instagram, az az, hogy a... a a Instagram most gördeszkás fogalmát meg, megalapozta, és így, így, az új social media felületeken nagyon könnyen és gyorsan lehetett kommunikálni a és életbe maradt kultúra. És szerintem most egy negyedik fényévét éli. Mert ugye 50-es években kitálták kidöglött, 80-as években csinálták kidöglött, 90-es években visszajött, 2000-es években kidöglött, szerintem most a negyedik korszakában van a gördeszka. Háromszor már kidöglött, de nem igazán lehet elpusztítani, mert a nap végén az egyik legfantasztikusabb dolog, amit lehet csinálni. <laughs> Tényleg. Szia, tudsz ajánlani ingyenes játékokat gyengébb gépre? Zoltax, nem fogsz örülni ennek a kérdés, ennek a válasznak. Én alapvetőleg gyengébb gépre indi játékokat javasolnék. Uh, megengeditek, srácok, elnézésként, tudom, nagyon sokan vagyunk itt, és nem ezért vagytok itt. Megengedtek, hogy bekapcsoljak egy játékot? mutatnék Zoltaxnak valamit. Zoltax, hagy mutassam meg neked a legfontosabb, a legcsodálatosabb élményét. Az én low budget gaming -e, ö, korszakomnak, mint a Stardew Valley. Tudom, tudom, hogy úgy tűnik, hogy ez egy nagyon egyszerű játék. Nekem 120 órán van ebben a játékban. Én olyan boldog vagyok ettől, bazd meg. <laughs> én olyan boldog vagyok ettől, ez egy farm szimulátor. Van benne kombat, különböző fegyverek, de alapvetőleg farm szimulátor. Azt hinnéd, hogy Sweet Jesus Gergő, én valami menőbre gondoltam. Ennél megnyugtatóbb, kellemesebb időtöltést nagyon nehéz találni. Nagyon nehéz. Nagyon-nagyon szórakoztató. Én ki fogom kapcsolni mindjárt, srácok, ne aggódjatok, csak megmutatom neki. Szóval, hogyha valamivel el akarsz pöcsölni, én 120 órát lazán beleraktam, pedig egy elfoglalt ember vagyok. Itt vagyok, megiszom a kávémat, itt a feleségem. Nyilvánvalóan a szőke bulát vettük el. Good morning! Die! És itt van a farmod, lehet építeni, itt van a különböző földem. Gyártom a fémet éppen, tehát ilyen crafting van benne. Vagy egy rakás nyulam. Van egy rakás tehenem. Az élet szép. Na, ennyi. Nagyon nyugis játék, de nagyon szórakoztató, és mindenen elfut, mindenen elfut. Emellett én korai játékokat, akkor stratégiát választanánk, valaki mondta a Heroes-t, uh, Heroes nem rossz, Red Alert 2. Red Alert 2 baszott jó? Uh, ré, korai Warhammer-ek, Warhammerek, Varhammer warhammer, warhammer 40 k Miért nem ezzel kezdtem? Miért kezdtem én Stardew valley Warhammer 40k. Fantasztikus játék. És kapta egy csetben egy rakás javaslatot, úgyhogy királyság. Régi kommandosz, nem. <laughs> Annyira jó hallani, hogy valaki olyan játékról beszél, amit igazán szeret. Én nagyon-nagyon szeretem. Mondom, a Stardew valley az azért szerettem meg, mert, mert szimultán játszottam vele is a pókemberrel. És néha, és ez biztos hogy nektek is tapasztalt, néha arról van kedvem, hogy jó van, basszunk oda neki, ú, -ú, ú, megy a történet, megy a verekedés. Néha viszont egy fáradt nap végén tök jó nem kikészíteni az utolsó neuronjaimat. És akkor játszom ilyen, ilyen játékokkal. Én nagyon, én nekem a kedvenc műfajom a stratégia, de ar arra mentálisan ott kell lennem. Tehát, hogy azt nem játszom ilyen esténként, hanem hanem az akkor, amikor ott vagyok, mert a XCOM 2-t az meg, azt csak úgy lehet játszani, a figyelsz. Ez Steam-en van, Greg? Igen, és nagyon olcsó, mindenkinek tudom javasolni. Tudom, srácok, hogy nem néz ki kurva menőn, imádni fogjátok. Nagyon-nagyon szórakoztatom. Mihály, ezt, a, ez, ezt akartam lezárásként, gyenge gépemen GBA emulátorra toltam a pokémon Pokémon az is nagyon szórakoztató. Az a hogy nem mondtad el nekem, drága barátom, hogy milyen műfajt keresem, mert ahhoz tudtam volna irányítani. Vagy igazítani. Nagyon jó. Srácok, örülök, hogy egy ilyen gaming témával zárjuk a mai szó mert ez lesz a következő. Köszönöm szépen, hogy velem vagytok. Rengetegen voltunk, és a nap folyamán még várlak titeket vissza. Bármi is érdekel. Most először uh, World -özünk utána kipróbáljuk az új Suicide Squad játékot, ami azért fontos, mert története van, és a, egy külön szegmens akartam a Warner Brothers alázásnak, aki gyakran van itt streamen, az tudja, hogy mindig alázzuk a Warner Brothers. Na most egy játékon keresztül fogjuk alázni a Warner Brothers. A mindenki azt mondja, hogy szar, beszéltem a Nessájjal, ő is azt mondta, hogy gyengelet, alig várom. Úgyhogy megnézzük legalábbis a sztoriát, kiértékeljük, utána pedig film here, stream lesz. Egész nap itt vagyok, mindig 3 4 től egészig van egy negyed óra szünet, Visszanyeljem a hangomat, igyak egy kis vizet. Úgyhogy egészkor találkozunk az első gaminggel. Nincs is lezárás, nincs is más, csak úgy búcsúzzom, negyed óra múlva itt találkozunk. Sziasztok!